Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, hello, jó reggelt. Szevasztok, hello, Bello. Drága az agyát. Ezaz, köszi. Megérdemli. Egy kis önbizalom nem árt reggelre. Korra reggel, gyerekek, korra reggel. Egy kis önbizalom, az senkinek nem árt. Jó idő van, június másodika. Hogy jó idő. 30 fokot mondanak már napközben. Nagyon durva. Csodálatos. Hogy de csúdi szép lesz. Meg volt? Aha. Ki? A város, a városban. Ja. 31 fok. Elkaptad 31 fokot? Nagyon elkaptad. Nagyon megcsináltam. 90 fokban döntöttem a nejem. Tényleg egyébként, most erről jut eszembe, hogy mesélj, miért? Na, ennyi év után hogy működik a házas élet? Nem. Megvagy. Figyeljetek, Velencén milyen a felhozatal? Már mivel kapcsolatban? Hát, mivel? Nő? Hát, ez ilyen családos, nem? A persze. Ne is gyere te oda, átmegyek, haza, persze. Átmegyek a szabadstrandra, eszek egy lángost, jó? Ja, várj, a strand az oké, nem, az a belterületet mondom, hogy az olyan... Az olyan. Igen, ott is. Ó, te. Az is. Csak unalmas az egész. Sehol senki, csak a családanyák. Aha, csak a tangás, mi? Aha. Jönnek így, mennek a családanyák. Tört te, már összeherendi. Már több is. Még szerencsé, hogy nem vittük le. Szóval jó a felhozata? Nagyon, nagyon jó, nagyon szép az idő. És burjánzik a nádas. Van látnivaló. Siklóka. Így van. Nádasban is. Ja, tegnap nagyon nagy volt hazajöttem, hogy este 7-kor megyek föl az emeletre. A lakásban is 6 darab hal, így ki van téve a padlóra. Tudom, soma életem. Szóval orgáztam is, ők a barátaim. Oh. De mondom, a halak is így gondolják, de most ebben a pillanatban. Egyrészt más, még a halak hagyjál, mert szegényeknek már szerintem akkora mindegy volt, de így 6-ot kitett a kis természet búvár. Mondtam, hogy szerintem jobb nekik a vízben, még akit lehet vigyünk vissza, azt hiszem 2 túlélte az akciót, de gyerek büszke volt rá, és hát akkor úgy érte, ki kellett tenni, mert úgy hogy nagyságszerű növő sorrendben rakta ki a 6 hát halat. Csak halakat fogott, mert ha még az lett volna, hogy itt tudom én, egy vörös anyukeszeg, igen, egy rozsdás bicikli, egy fél pár gumicsizma, tudod. Azokat is lehet. Egy leszakadt ballába, egy fél csónak. Az ugye picit erős. Szóval, hogy... Dübörgés van, most már megindult a szezon, még kevesen vannak egyébként, vagy legalábbis így hétközben, tegnap kevesen voltak, de a hétvége azt szerintem már jó lesz, és van bőven látnivaló arra. Van látnivaló? Persze, hát az a dolga. Az a dolga. Jó, és az. Viszont jó. Amit egyéb látnivalóm volt tegnap, nem viszitek el, elmentem a Lehel piacra. Na. Úgy működik a dolog, hogy ugye van a Váci út. Igen? A Váci út mellett tudsz parkolni. Van azt hiszem 5 parkolóhely, előtte taxiállomás, és közvetlenül a parkolóhelyek mellett tudsz fölmenni egy rámpán, mert a Lehel úti piacnak az első emeletén van a parkoló. Én itt kaptam kint helyet, megálltam a kocsival, elindítottam a parkolást, a taxi, az egyik taxiból kiszáll az egyik sofőr, egy ilyen 50 és 60 közötti ember, elsétál a taxiállomástól 2 méterre lévő rámpa oldalához, és könnyít magán. Már meg kicsit vagy nagyon? No. Kicsit? Mindezt azt hiszem délután 1 órakor fél. De ez a rámpa az egy feljáró? Tehát az igen, így van, egy feljáró, azzal tudsz fölmenni az első emeletre, mert ugye ott van a parkoló rész, ez egy ilyen fölfalazott szerkezet, tehát gyakorlatilag egy falhoz áll oda, de a komplet... Hát takarásban. Hát de, nincs hát jó. De nincs takarásban, mert a komplet Váci útról látod, plusz ha a piacra be akarsz menni, akkor a Váci úti járdán mész, és konkrét. És oda pisilt? És oda látott. A saját verdám mellé csak nem brúszol, hát gondolta. És a taxisofőr volt? És a taxisofőr volt. Nem picit prosztó. Úgy, hogy ha bemész a Lehel piacra, akkor kultúrált. Megoldható. Van. Igen, ez picit pronyó. Sietős volt? És így álltam, és nem hittem el, hogy 2015. De komótosan van. Vagy sietősen sétált oda? Nem kellett neki. Nagyon. Nem, annyira nem rohant. Tehát még azt se lehet mondani, hogy valószínűleg azért nem ment be a piac területére, mert hogy már nagyon beülsz az autójába, pénzt adsz neki, tudod. Megfogja a kezed. Tehát az egészen... Meg hogy a város közepén vagy. Hagyja csak, majd én nyitom. Tudod, és kinyitja neked a hátsó ajtadon, ez már igényled is, mert nem akarsz hozzáérni a kilincshez. Hát... Láthatóan nem sietett, tehát nem az volt, hogy nagyon úgy se érek már be, akkor inkább itt, hanem szépen komótosan kiszállt, becsukta az ajtót, még be is zárta, odaállt, elővette, pisilt egyet, és visszaült. Hát, és azért ez elég pronyom. Én így ültem többen, és első pillanatban az, hogy rádudálok, vagy rákiabálok, azt szokták játszani, hogyha az út mentén valaki megáll, mert ott is a szükség ugye
kiszólítja az embert, így rádudász, gyorsan elteszi és kész. Hát vagy csak visszainteget. Vagy tudod, azt hiszi, hogy valami kedves ismerős vagy rokon volt esetleg. Mert hogyha még mondjuk egy melós lenne, mert azért nekik nincsen könnyű. Hát egy hajléktalan, tudod, igen, mert az ember az nem mindig raknak ki egy tojtojt csak azért, mert hogy hittem aszfaltoznak az utcában, nálunk is volt nem régiben ilyen kis útkarbantartás, és akkor ott is általában így az utca sarkára sétáltak ki a melósok, hogy azért minden irányból lehessen látni, hogy mit csinálnak, és akkor kimentek, és akkor ott is azért fényes nappal előfordult egy-két ilyen öntözés, de hogy egy taxis megmondom, a városban, ott van, még menni kellett volna talán 50 métert körülbelül ettől a helytől, ott van a nyilvános WC. Hogy nem. A nagy dologban belőle sem erre gondolni. Hogy az lett volna igazán vicces. Hát na, azon sírtam volna. Legugol. Anyád, de jó. Felképp egy nem, de a kínaihoz ott árulnak WC-papírt, az megy gurigát. 328-as, hol tartasz? Azt köszönöm a kérdésed. A Váci sarkán. Igen, rossz. Szegelek. De az jó. Az vicces lett volna. Az vicces lett volna, igen. Igen. Én is taxival jöttem, ma gyerekek, úgyhogy Fiat Multiplás barátommal érkeztem. Igen. Persze. Oh, most már ő megy mindig, mi? Most már úgy látszik, hogy reggelre ő érkezik. Akkor nem kérted? Nem kértem most direkt Fiat Multiplát, nem, de azzal hát érkeztem. Vagy pedig hallgatják a rádiót, és ez már egy kedves figyelmesség volt a taxitársaság részéről. A választ előtte Multiplát küldjetek neki. Igen. De gyerekek, egyébként megint megdicsértem magamban, hogy ez belülről kiváló. Belülről kiváló. Nagy teljesítmény. Vicces formák. Úgyhogy azzal jöttem, igen. Jaj, hát gratulálni szeretnék. Na, mihez? Mert hogy a tegnapi tenisz tippjei, de az egyik hallgatónk szerint tökéletesek voltak. Igen. És végig beütött az egész. Na, hogy hát hogy ma is legyél olyan kedves és adjál neki, mert ő keresett egy kis pénzt ezzel. Igen, azt hiszem 5-ből 5-öt találtam el most, egészen jót hoztam, vagy 4-ből 4-et, valami ilyesmi. Hát te följegyzetelted, nincs már meg a papír, nincs már meg, mi? Hát engem annyira nem észre. Csak mondod, hogy fölírod, és majd összehasonlítod a végeredményt. 4 vagy 5 meccset tippelte meg, és 5-ből 5, vagy 4-ből 4. Nem volt benne hiba, konkrétan. Még a szetteket is nagyjából meg tudtam volna mondani, hogy ki hányat veszít, meg hányat nyer. Gyerekek, hát azért ehhez értek. Jó, na, ezért nem tudok mit csinálni. Majakat is meg tudom mondani nagyjából, de ma már van egy-két kiélezettebb, tehát hogy... Na akkor most... Igen, mert tegnap még, amikor mit tudom én, a top 3-as játékos megveri a 387-et. Nem, azért tegnap is volt egy-két meccs, ami már nem volt annyira egyértelmű, de behúztam. De holnap lesz a nagy meccs, gyerekek, holnap. Holnap fogadunk, készüljél. Összejutnak a fiúk? Holnap összeértek. Ja. Holnap összeért, és az minden idők egyik legjobb meccse lesz. Most szerintem Nadal Djoko. És az most nagy presztízs harc lesz. Miért mondtad a Nadalt előre? Tök mindegy, nincs jelentősége. De hogy nincs Djoko, Nadal így. A mégiscsak érted. Djoko a fő esélyese. A rangsor. A tornának is, meg a meccsnek is, de amit Nadaltól láttam most tegnap az utolsó egyszedben, az egészen meggyőző volt, úgyhogy holnap ne felejtsünk el fogadni 9 óra után. Én már most fogadok. Jó, hát még holnap átbeszéljük az esélyeket, megnézzük ki, mit nyilatkozott, ki, hogy van, sérült-e valaki, tudod, még holnap megnézzük, hogy mit ír a szakújság, és akkor 9 óra után fogadjunk. Jó? Jó. Az, hogy te fogsz nyerni valószínű, de megnézzük. Akkor fogadok a Nadalra, ha nyerni. Nem, Nadal ellen nem fogadok. Szólnak, ha elbuksz egy 10-es, hogy mi van? Nem, csak szeretném a Nadal nyerni. Ma pedig Federer Wawrinka, ha mond ez neked valamit. Sokat nem, szerintem. Dehogy nem. Az a Rozsi, a Federer. A Rozsi játszik, így van, a Rozsi játszott tegnap is. És a másik meg a Wawrinka. A Wawrinka. Azt tudom, de hogy annak van másik neve. Hogy ne volna. Stanislas. Ma játszanak ők, az is egy jó meccs lehet. Tegnap ugye a Rozsi játszott, de ma is játszik, ez egy ilyen. Akkor fáradt, fogadok a Wawrinkára. Na, fogadsz a Wawrinkára? Kezdjünk el fogadni, én ebben benne vagyok. Tegyük meg tétjeinket. 10 játékpénz Wawrinkára? Emlékezni fogsz? Én megjegyzek mindent, hogy kire fogadtál. Jó, én Roger ellen nem fogadok, tartom 10 játékpénz Federerre. Jó, meg vagyunk. Én Stanislavski. Elvileg 11-kor kezdenek, de remélem, hogy elhúzódik. Adjam oda most, mi? Nem ilyen egyértelmű a sztori. Tényleg. Tehát, hogy jó, te altatsz, te ne szóljál egy szót sem, Balázs. Nem, úriember vagyok, sose fogadnék olyan, aki egyértelmű. Egy Wawrinka Federer egyetértek. Egy Wawrinka Federer az nagyon nem egyértelmű. Az most sorakon nagyon nem egyértelmű. Nagyon. Jó a Wawrinka jó most. Jó az a srác. Semmi, kirugdosták a füvet, vagy mi van itt? Miért salakoznak? Elkopott a fű. Ja, csak olyankor leszólják. Elkopott a fű, és most salak van, igen. Ja. Tehát most egy picit nehezebb. Ez hol van ez a verseny? Közelben megvan egy meddőhányó, tudod, és onnan átforgált a licskában a salakon. Igen, Párizsban vannak jelen pillanatban.
Szép hely. Ha már szerencsejáték, láttatok, hogy elkezdődött az interneten, ahogy hívják, nagy összeesküvés elmélet gyártás. Most megpróbálják kitalálni, hogy ki nyerte meg ezt a bizonyos 5 milliárdot, és már jönnek a különböző teóriák, nagyon jó. Apa 55-be született, most azért van 55, a anya 56-ba, azért 56, egy-egy gyerek 83-ba, a másik csemete 90-be, akkor valakinek összeáll a kép? És mi az ötödik szem? A 18, az igen, arra én meg kép várják. Annyi idős nőt vesz apu magának az 5 milliárdba azonnal. Tehát a 18, ez az első, akit berendel egy escort szervisz, hogy egy 18-es nagyon gyorsan. Apu mondta, hogy igen, hogy jó, honnan nem büntetnek 18, akkor nem lett 17. De ez nagyon menő. A feleségem, a gyerekeim, én és a szeretőm. Tökéletes. Ki ismeri? Tökéletes számsor. És akkor ott jelenti, hogy Erzsike néni a szomszédba rádöbben, hogy úristen, hát ezek a szomszédba. De a Lacika nem 55-ös. Már a számok alapján akarják összetenni. Most ne viccelj már, ha együtt jártunk Ózdon az ipariban, de te emlékszel rosszul. Fura azért ez nekem. Én gyerekeként kicsit szkeptikus vagyok, de a szerencsejáték RT védje meg magát nyugodtan, vagy ZRT, nem tudom, zárt körülök, vagy nem, de ez a halmozódik, a nyeremény alap halmozódik, és már majdnem a végénél vagyunk a halmozódásnak, és hirtelen előtte gyorsan ott van egy ötös, mert egy bizonyos ideig halmozódhat, aha, csak, aztán utána vége van, kampó. Annyi, meghalsz, vége. És akkor pont most ott a nagy halmozódás előtt ott volt most egy ötös. Tehát, kicsit szkeptikus vagyok, de hát nem tudom, hogy beálltál a sorba. Mert az összeesküvés elmélet gyártásban. Én összeesküvés elméletek gyártak, de nem a nyertessel szemben, hanem hogy nem tudom, hogy megnyerte ezt valaki. Tehát, hogy tényleg nem tudom. Hallod, most mondja Jani. Mi az 55 éves, 55-ös születés, jobb a 56-os születés. 83-as, 90-es és 18 éves szerető. Egyébként így összeáll a dolog abszolút. Na jó, így már egyszer. Hallod, és tőle jönnek a félreértések, tudod, hogy valószínűleg azt olvas, hogy egy 60-hoz közel az, hogy 60, akkor ha lehet, hogy Turai. Tura, az közel van 60. Gyerekek, sose fogjuk megtudni. Az a baj, hogy sose fogjuk megtudni. És a legjobbat egyébként a 18-as számmal kapcsolatosan olvastam, mert az volt, ugye, hogy ezt már tegnap is fejtegették, tegnap még egy neve elhallgatását kérő matematikus nyilatkozott, ma már egy ilyen számmisztikus csávó van benne, és az volt a 18-as, hogy ugye 55-ös születésű apa, 56-os anya, 18 évesek voltak, mikor összeházasodtak. Na de hogy kicsoda, mert 55 meg 56 a születés. Érted? És ezt nyilatkozta az emberünk. Nagyon jó. Mi van? 18 na most leestem a lóról. Mi volt? 18 évesek volt, mikor összeházasodtak. Amikor összeházasodtak. Igen. Na jó, de két külön évben születtek. Tehát, hogy akkor ki is volt 18. Ja, igen. Évvesztes az egyik. Egy kan köztük, de mindketten 18 évesek voltak, mikor összeházasodtak. Aha. Nagyon jó. Jól értesültek. Igen. És akkor persze elkezd mindenki figyelni így a környéken, hogy ki vesz éppen új autót, ki csináltatja meg a tetőt hosszú idő után a házon. Érted? De te kivesz ezt így figyelnéd? Úgy láda muskátlikat, tudod? Ezt így figyelnéd? Vagy ez így ott van az agyadban? Hogy nézem a szomszédot? Tudod, én nem jutne eszembe, most a szomszéd venne egy új autót, nem jutne eszembe, hogy ő nyerte a lottó. Négy új láda az ablakba. Hallod, tudod, mennyibe kerül most a petunia töve? A muskát. És rögtön elkezdek figyelni, és rögtön elkezdek terjedni a hír. De srácok, semmi extra. Semmi, csak megjött a nyugdíj. Igen. Na mindegy, hát gyerekek, én felszólítom a lottóötöst. Álljon elő, és mondja el, hogy ő volt, és ne féljen. Mert megvéded, vagy mi? Majd valamit intézünk. Igen, szóval, hogy ez jó lenne egyébként a fenevigyel egy olyan törvény, hogy kötelezően ki kell, hogy álljanak. Bár ez az ország nincs kész arra, hogy lottomilliárdosok szomszédságában éljen, de akkor is tényleg hány millióan játszanak? Hát ez a sok millió ember, ez bizonyosságot akar afelől, hogy ezt valójában valaki elvitt. De szerintem ez úgy korrekt, nem? Hogy egyszerűen előállítják, már nem úgy értem, hogy rabosítják, hanem elő kell állni annak az embernek, aki megnyerte. Aztán még azt mondanák, hogy egy bizonyos nyeremény fölött, még 3 milliárd forint fölött álljon elő a nyertes. Abból már tudsz magadnak kamerarendszert megvédeni. Meg most nem látom akarsz, egyébként Horváth Rozi Debrecenben, nem tudom hol lakik, tehát nyilván csak a környezetet tudja abból is. Akkor tudod, de hogy Olaszországban, Amerikában meg kell mutatni az arcodat,
hogy igenis nem kamu, a nyeremény valaki valójában megnyerte. Hát de nálad azért képzett emberek vannak ebben, hogy derítsük ki, hogy hol lakik a Kovács Gizi Debrecenben. De más országban szerinted nincsenek ilyenek? Olaszországban nincs bűnözés? Nápolyban van. Amerikában van. Szintén van. Vannak csórók, akik... Tehát ott hogy oldják azt meg, hogy... Tiszteletben tartják a Lotto 5-ös. Na az, igen. Johnny, ne rabolbálki, ne rabolbálki. Ő nyerte. Ő nem lopta. A puttót elvitte meg a nem tudom mit. Ott hogy oldják meg? Nem tudom. Védelmet biztosítanak? Hogy van az, hogy más országokban kötelezően nyilatkozni kell? Mondjuk Amerikában ugye úgy vehetett föl a nyereményedet, hogy vagy járadékot kérsz. Igen, tehát vagy egy összegben, de kevesebbet. És akkor azt hiszem a felét. Na most, ha járadékot kér, akkor nyilván már nem érdemes úgy kirabolni. Vagy olyan hirtelen kirabolni. Igen. Várni kell, amíg összegyűlik a egy hónap kis lóvé. Közepén már nem. Nem jó, már elkövetett. Elolvastam tegnap, hogy ez hogy zajlik, hogy be kell telefonálnod egy számra. Ott valaki a szerencsejáték felső vezetése közül fölveszi a telefont. Aha. Egy igazolható kolléga, aki nagyon magas szinten van. Sajnos jelenleg minden kezelőnk foglal. kérjük, tartsa a vonalat. Ellenőrző kérdéseket tesz föl neked, utána be kell menned, ott azonosítanak, egy összegbe te a pénzt nem látod, megadsz egy bankszámlaszámot, többet, és szépen x napon belül ők ezt átutalják, nem adnak befektetési tanácsot, nem adnak semmilyen tanácsot, lezárják, nem adnak. Nem, azt mondta szerencsétlen, hogy nem, titkosítják a dokumentumot, berakják egy fiókba, eltűnsz, és kész. És nagyon kevesen kerülnek veled kapcsolatba a szerencsejáték értére. Tehát levélek keresztül, mit tudom én, e-mailbe kell menned, de nem az, hogy ott ül Marika, Jocika, gratulálunk, közös fotót, tablókép. Föltettem a Facebookra, és páncélszekrényben, nem. Nem, ugye tifos. Szóval nagyon kevesen kerülnek veled kapcsolatba, és az anonimitás az baromi fontos, és nem mondják el, és tudnak titkot tartani. Úgyhogy, és a kérdések? A kérdések, amikre a választ csak ő tudhatja? Azok? Olyan kérdések, hát, hogy mi az... fel például? Ja. Igen, hol adtad fel? Mi a harmadik nyerőszám? Hát mondjuk... Igen. Engem nem győzne meg. Aha, engem sem. Vagy megkérdezik, a kérdés, amire csak ön tudhatja a választ. Kedvenc étel, mágyarokás. Kutya neve? Bodri. Hát az? Igen. Miért ugat Fifi? Már nevelő szüleit hallottak, ahogy volt a terminátor. De mi van? De figyelj, hogy ha azt mondod, hogy 3 milliárd fölött jelentkezni kell, igen, akkor... Győzzön meg engem arról, hogy... Ráfűzve az előző teóriádra, a picit az összeesküvés elméletre, figyeld meg, hogy 3 milliárd fölött nem lenne jelenlévő. Hogy sose lenne nyeremény? 2 milliárd 998 forintnál megállna. Hát, hogy odaállítanák, arankát lefotóznák, az aztán, hogy ő nyert, érted? Ez kiderülne, hogy a büfébe dolgozik való isteni kávét menteni az országból. és ővi a legjobb pannakotta a városba, érted? Mert ő olyan jót csinál, hogy... Ilyenkor azért, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért persze előkerülnek olyan kedves ismerősök is, akikre már nem annyira emlékszel, hogy valamikor ismerősök voltak meg, vagy pláne kedvesek, de ilyenkor tudod. Nagy évekig nem szólt senki az osztálytalálkozóknál, de most hirtelen mindenki. Még azok is, nem emlékszel, általánosban fél évig együtt jártunk, csak azt én átkerültem másik. Mindig odaadtam a szenyómat. Emlékszel? Ja, Istenem. Hát igen, gyerekek, megkattannék azért 5 milliárddal, azt hiszem most így hirtelen. Szóval, hogy azért az nehéz, nehéz lehet. Na mindegy, jól van, gyerekek, hát gratulálunk a nyertesnek, minden esetre. Kőcse, gyógyszerre, nem? Gratulálunk neki. Vegyen sok aspirin belőle. Hogy miért nem mi nyertük meg a rohadt életben? Azért, mert nem adtam föl szelvényt, talán ezért. Ugye? Én adtam, egyre sem lett. Mit? Melyiket találtad el? Azt már nem tudom. A 18-as biztos neked is. Az se rossz. Nekem is az álmom a 18-as. 18-as izé, csajsz, miben ígyszerted? De csak nekem úgy voltak a számok, hogy 2 18-as. Nem, neked úgy, hogy 2 18, 14, 15, 16. Tehát neked ezek voltak 2 18, 14, 15, 16. Ezek voltak a számaid, igen. Látod, ezért érdemes így többen így összeállni, Feri. Mert lehet, hogy volt egy olyan négyeseknek pont a te egyeset hiányzott. Azt a neki. Hallod? Hát miért nem szóltál, hogy mondja meg a 18-at? Értem. És ha például a kire... Szeptemberig emelkedhetett volna még a nyeremény, mert ugye egy évig emelkedik. Aha. Szeptemberig emelkedhetett volna. És akkor szétdobálják? Aztán nem tudom, mi van. Aztán nem tudom, mi van. Nekem szerintem egy kettesen volt. Most? De mi az nem, szerintem? Nem, évekkel ezelőtt. Ja? Nem, és két különböző húzáson. Úgy nekem is. Ugye valami 1400 forintot fizet? Azért az nagyon, az nagyon szép az. Na jó van. Nézzük egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Én nyertem 800 milliót, nem egyszerű, írja valaki. Azért nem hívunk már vissza, mert kb. Egy hónappal ezelőtt volt már ilyen témánk, hogy nyertesekkel, illetve nagy vesztesekkel is foglalkoztunk, de izgalmas lett. Hogy 3 milliárd alatt nem hívunk már vissza senki. Igen. Egy öngyösi srác, kaparos sorsegyen 50 milliárd nyert, kitette a fészre. Nagyon sok barátja lett.
Na mondjuk azt se értem, tehát hogy ezt kipasztalod. Nem tenném ki, igen. Szerencsejáték ZRT zárt körül, halmozódás egy évig tarthat, így van, jól emlékszem, köszönjük, szeptemberig még emelkedhetett volna. Azt mondja, hogy ez a téma engem is érdekel, nagyon foglalkozatok vele, Léci, sokszor foglalkoztunk már vele, sőt, föl is hívtuk a szerencsejáték ZRT-t egyébként. Buszos Szati nyerte, a haverom. Jól értesültem. Nagyon jó. Ezzel a Szati tudod. Igen. Én nyertem, ne hívjatok, félek. Jászkari, Pécs, Palahegy utca. Na Istenem, fiúk, én eddig a Blackjack 10 milliójában sem hittem, az egyik barátom két napja lekapartak, gratulálok neki. Az igen. Még egyszer. Az igen, az pedig az már egy régóta menő típus, igen. És azt szokták mondani, hogy azoknál a legkevesebb az esély arra, hogy bejöjjön valami nyeremény. Igen, ezt tudom igazolni. És egy van, egy 10 milliós volt rajta? Nem tudom, hogy ott mennyi a fődíj, mert abból is van egyébként most egy másik, de szerintem igen. Az ember, aki mindent tud a kaparós sorsjegyekről, hát, most van egy hogy másik. Hogy ne nyerj vele, főleg ezt. Hát, hogy nem. Azt mondja, Bali, nagyon jó a Waver Pines, köszi a tippet, kaptuk SMS-ben, az M1-esen a 87-es könnél a Győr felé haladókat mérik a hídról, Gábor küldte nekünk, hajrá, morning show. Jani százas, azt mondja, hogy kimondtad, hogy hogy hívják, hogy is hívják. Jók vagytok, Roberto. Hát, még te sem tudod, hogy mit mondtam ki, úgyhogy nem dobom. Potyják, ez itt egy potyják, ez nem tudom. Nem tudom. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. 1-0-ra vezetünk, aki játszana velünk, írjon SMS-t, jelentkezzen játékra, mi meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, megérkezett a játékosunk, gyerekek, nagyon izgatott, nagyon-nagyon-nagyon meg akar bennünket verni, úgyhogy már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jani! Szia! Hello, Jani, honnan hívtál minket? Veszprémből telefonálok, sziasztok! Veszprém! Te jó hely, úristen! Jani, kivel szeretnél? Igen, jártatok már itt. Jártunk már ott többször, hogy ne, idén kihagytuk, de többször voltunk Veszprémben. Igen, jó idén időben. Kimaradtunk. Kimaradtatok most, igen. Igen, igen, igen. Kivel szeretnél játszani, Jani? Janit választunk. Te jó! Jani a Jani választ. Úgyis érzem magamban a szitet. Na, megnézzük, hogy mire mentek egymással. Jó játékos vagy, Jani? Én azt gondolom, hogy mindig minden fokozható, úgyhogy ki fog derülni. Mindig minden fokozható. Már kerüli. Az igeneket. Na, meglátjuk. Nem. Megnézzük, jó? Ne is várjunk tovább. 3-2-1-es, tessék. Tépj szét! Meg akarsz halázni? Ki akarsz csinálni? Le akarsz győzni? Gyerünk, utas valamit, pakolj fel! Ki mondta egy igent? Ott volt egy igen, azonnal volt. Azt kérdeztem, hogy nekem? Ja, hogy neked is nem volt, igen? Kezdjük elő! Akkor menjen tovább! Menjünk előre! Félfejteszem, megint ugyanazt a nevezt. Ki akarsz csinálni? Meg akarsz halázni? Aha. Tudtad, hogy szeretem Veszprémet? De nagyon. Mikor jártál itt utoljára? Hú, néhány hónap alatt ezelőtt, de előtte nagyon sokszor voltam már. Hallottad azokat az adásokat, amik benne arról beszéltem, hogy mennyire kedvelem azt a várost? Folyamatosan hallgatom benneteket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy igen. És egyébként na most viszont kimondtam, biztos vagyok benne, hogy igen. Na most már, de figyeljetek, srácok, nekem is volt előtte közvetlenül egy ilyen elharapott igenem. Csak mondom. Akkor elkezdjük harmadszor is, látom? Nem, előbb ölöm én meg magam, hogy ezt harmadszor is elkezdjétek. Figyeljetek, én nem hallottam a te igenedet, de nem vagyok elfogult. Kérjük ki magunkra a sólyom szemet. Hallgassátok meg, jó? Challenge-et neki. Nem mondtam ki, hogy igen, ezt váltig állítom, de azért akkor volt egy elharapott. Igen, de hallgassátok meg, döntsétek el. Én nem fogok dönteni. Én nem fogok dönteni, mert az álságos lenne, meg amúgy is azt mondanám, hogy nem mondtam. Igen, meghallgatjuk, és akkor elmondjuk a hírek után, hogy mi volt. Jó? Én nem hallottam, Jani, tőled, mi ez a ropogás? Ezt a tábor, hallható? Ti is halljátok ezt a tábortűzi ropogást? De ha nem szólalok meg, akkor is. Mutasd, csönd. Majd figyelj. Ez tőledek jön, vagy tőlem? Ez leginkább tőlem jön, de amikor az előbb figyeltem, amikor csöndben vagyok, akkor is. Mindegy. A Ferit az előtérben éppen egy borkácsgulyást készít, igenis. Bármelyikünk hangosan beszél egyszerre a telefonnal, akkor beropog. Akkor beropog. Janikám, visszahallgatjuk, ha kimondtad, akkor, vagy ha Jani kimondta, akkor elveszünk. Akkor a tiéd. Akkor a tiéd. Meghallgatjuk, jó. Bejátszunk. Jó? Ha megvan az elharapott, igen, akkor nyertem egy csomagot a gyerekeknek? Hát, ha elharapott, akkor nem, de így ha van. Kijött teljesen, akkor igen. Ügyesek vagytok.
Rendben, köszönöm szépen a játékot. Mi köszönjük. Milyen gyerekekről van egyébként szó? Egy 8 és egy 9 és fél éves saját gyerekek. Előjöttél az aduásszal, mi? Két síró kisgyerek, akik ott ülnek, most könnyes arccal. Lefelé görbülök. Na, már meg is. Már a háttérből kiabál az egyik. Jó, ne csavargasd a fülét a gyereknek. Semmiképpen nem fogom csavarni. Egyébként ők inspiráltak, hogy játszunk. Most már jó néhány hónapja rágják a fülemet. Mondjuk jó sokáig bírtad. Mai napon sikerült bekerülni. Ja, hogy ahogy már próbálkoztál, azt hittem, hogy hónapokig unzoltak, és most vettél egy nagy levegőt és írtál egy esemet. Nem, azért volt már több próbálkozás. Jó van. Janikám, köszi a játékot. Jó, visszahallgatjuk, döntünk. Rendben. Sziasztok. Hello. Jó, ha nem mondtad ki, akkor az nem. Hát ha elnyelted, akkor megadjuk neki. Hallgassátok meg. Meghallgatjuk. Anna meghallgatja. Hallgassátok. Becsánat. Jó, nézzük az SMS-eket gyorsan. Azt mondja, hogy Bacsinszky Timi Kvitová a Garoszon 256063. Az megvan, kérdezi valaki. A meccset nem láttam, de az eredmény az megvan, igen. Nem is tudom már, hogy miért indul Svájc színeiben. Ezt egyszer olvastam, hogy az edzője, vagy az apja, vagy valaki. De hogy ő nem magyar. Mármint, hogy nem magyar színekben indul. Aha. Több a pálya Svájcban. Hogy most ő mennyire magyar, azt nem tudom, a neve alapján eléggé, de hogy ő itt élt és kiment, vagy ott született, de magyar, és az edzője svájci, vagy a szülei, de félig magyar. Nem tudom. Aha, a Timi sztoriát. Vagy kedvezőbb az SZIA. Hát az is lehet egyébként, nem tudom. Minden esetre ügyesen. Adózni kell a sport eredmény, vagy a sport hogyne. Pénzek után? Persze. Hát, hogyne. Nem áll. Hát, hogyne kell. Hát, az a múltkor beszélgetünk, ezért Steffi Graf és Lionel Messi esetéről, akiknél. Ja, tényleg ott kicsit. De az más, az lehet, hogy a szponzor pénzek. De mondjuk te olimpiai bajnok vagy Magyarországon, megnyersz az olimpián valamit, és akkor kapod a pénzt. Nem az más, már ez más, a kettő nem ugyanaz. Az egyik az amatőr, a másik az profi, ez tök más. Tehát az olimpia az ugye, hát az tulajdonképpen elindulsz, de az a profi sportoló leszel, és pénzdíjas versenyeken indulsz, és brutális reklámpénzeid vannak, és éves szerződések, hát az mind bruttó. Hát abból neked aztán komolyan adóznod kell, vagy kellene. Hát Gráf papa ugye megjárt egy kicsit a dolgot, nem adózott. 5 perc, pontosan 7 óra, Ákos jön újra a hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. Gyorsan! Nincsen 100 forint, jó van, ide értél. Mátlid van, már mondom, gyorsan lehúzom a szignál, gyorsan beszéljünk rá a mikrofonra, hogy nem vagy itt 100 forint. Nem úgy csináltok, hogy csak akkor ér, hogyha már leült, és... Nem, sajnos, ha megjelenik, ha megjelenik, és ideér az első mondatom végére, akkor az azt jelenti, hogy itt van. Annyira rohadtul küzdöttem, mert meghallottam, jött le a kávém, és meghallottam már a szignált, és adom most... Fogja. Most vagy az van, hogy megvárok egy megszólalást, és ki fog hűlni, mire visszaérek, vagy pedig leöntöm magam, vagy esetleg odaérek. És ideértem, basszus. Így iszkoltam befele, jól eltartottam a kávét, nehogy leöntsem. Nem kell dobnod 100 forintot, ideértél egyébként. Éppen már azon voltam, hogy na most mit fogok mondani. Majd kifakadok, hogy csinálhatnak ilyen popdalokat, hogy nincs egy normális vége, nincs egy lecsengés. Igen. Fehérvári Gábor Alfréd. Ez annyira furán szól ez így, hogy ez Alfréd dal a gyerekek. Ez egy Alfréd által szerzett dal, ez a Mary Jo. Egyébként jó dal. Nagyon jó szám. Amíg nem játsszuk rommá, de abszolút jó, tényleg jó. Többen kérdezik, Fehérvári Gábor Alfréd. Igen, hogy nem egy sztár név, ugye? Nem. FGA. FGA. FG. Figyelj, nagyon jó. Én nem is mondtam volna azt, hogy egy magyar dalról van szó. Amikor először meghallottam, azt hittem, hogy bármit elő, hogy Csabi szokott ajánlani mondjuk 10 óra környékén, bármi. Lehetett volna, aztán kiderült, hogy ügyesre. Nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy M3-on 181-es kilométer Pest felé van egy trafi. Mindenki vigyázzon. Még egy kicsit kevesebb a közlekedés, úgyhogy küldjetek nekünk. Köszi. Ülök a teraszon a kávémmal, és arra gondolok, minek találta ki a társadalom a munkát, logikátlan. Richelieu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon sok SMS még a Lotto 5-össel kapcsolatban. Összeesküvés elméletek jönnek. Ugye a mai bulvárlap lehozott egy szenzációs dolgot, erről beszéltünk, hogy 44 éves, vagy 54-es születésű a férj, 55-ös a nő, aki fölött a 83-as az egyik gyerek, 90-es a másik gyerek, a 18-as az meg kicsit, a legnépszerűbb szám. Az meg a legnépszerűbb szám, úgyhogy megfejtették, egy 55-ben született nő nyerte a Lotto 5-ös tulajdonképpen. Érdekes érvelés. Egyébként. Na, nézzük még, hogy mi a helyzet az utakon, ha van közlekedés. Az M1-esen a 87-es körnél Győr felé haladókat mérik a hídról, Gábor küldte nekünk, és M7-es 83-as Kanizsa felé van egy trafi. Köszönjük szépen.
Azt mondja, hogy fiúk, nagyon jó hallani, hogy nyári idő egész héten, de egyre jobban elkeserítő, hogy már csak 21 nap van, és rövidülnek a nappalok. Így van! Erről beszéltem én is tegnap egész reggel, hogy gyerekek, nyár ide, nyár oda, kánikula ide vagy oda, gondoljatok arra 20 nap, és már megyünk bele az őszbe, jönnek a hűvös éjszakák, és rövidülnek a nappalok. Nem sokára újra, 6 órakor sötét lesz. És képzeljétek el, hogyha egy 37 évesen ilyen Balázs. Ez majd később, majd 70 évesen, akkor ott ül majd egy kis takaróval a térdén, hozzák be neki a kis meleg gyógynövényt, tehát az unokája, és akkor mindegy, belé már kár, de belétek is. Sincs már de nagypapa, 20 éves vagyok, akkor is. Kár, hogy a régi jó dolgokban nem marad semmi. Kopcsi, marad csöndben, majd kiabálnak az unokáim. Ez csak egy reklám volt, kis unokám, de ezt nem láthatta, nem vagyok. Voltunk úgy, mint ti. Lesztek úgy, mint mi. Nem, tényleg, egyébként ezt nem két dolog foglalkoztat. Ki nyerte az ötöst? És az elmúlás. Ki nyerte az ötöst, és mi az, hogy még ezen a héten van először igazán nyár, és már nem sokára rövidülnek a lappalok. Ki találta ki ezt az igazán hülye rendszert, hogy még bele se tudtam magam élni a nyárba, és már kicsit úgy érzem, elveszik tőlem a nyarat. Hát ez egy monokinezinő családtunk még, csak a Feri. Semmi. Egy strandon nem voltam még, egy mellett nem láttam még, egy fenékre nem néztem rá, és már azzal riogatnak, hogy két hét és rövidülnek a nappalok. Akarok én újra 8-kor sötétet? Nem. De hogy akarok? Ez biztos, hogy nem akarok. Akarok én fedetlen női kebleket? Soha. Én még nem szabadkoztam a feleségem előtt. Hogy félreértette. Hogy folyik a nyálad, és üveges tekintette bámulszkó a kibocsi ablakán. Az már a koromnál is fogva néha-néha. Lassítsunk, anya, strand jön. De mi kell egy kicsit szabadkozni, hogy belegondolkozol egy női fenékbe, egy bele bambulsz a kombinó villamos megállóba, te megülsz a kocsiba, az anya szívesen GPS-szel a kezedbe. Nem kell szabadkozni, úgyis, ha nem tetszik, abból veszem észre, hogy lefélem az asztalt. Tényleg szól a Mórika, hogy stíről a nőke? Nem. Nem? De nem. Rendes. De attól függ, hogy stíről az ember. Ha nagyon stírolsz, akkor se. Te szanya! Ezért még én is szólnék. Ha mi együtt élnénk, ezért még én is szólnék. Egy picit véci, legyél kurtúr lény. Kicsit legalább. Hát nem értem, igen, ezt a nők azért nehezen bírják. Tudod, ez a női önérzet, ez egy olyan hülye dolog, nem? Hogy tehát vele vagy. De ez a nőknek sokszor kevés. Veled vagyok, drágám. Hát ez a nőknek sokszor kevés, mert mindig kombinálnak. Tehát a női önérzet az abban, hogy azért nézed meg, mert ő jobb, meg akkor biztos többet edz, meg akkor én nem vagyok jó. De öntsünk forró olmot a szemünkbe? Kapartassuk ki, keseljük el, hogy mit csináljunk. Hát ez igen, nem zavar, ha a barátnőim, vagy a feleségem, vagy az exeim régen, mint megnéztek egy pasit. Nem, nagyon nem érdekel. Figyelj, ha rosszabbul nézett ki, mint én, persze. De nagyon nem érdekel. Akkor egyáltalán nem érdekel. Ha jobban, az már zavar. Most a ti majdnem szerelmeiteket mondtam. Tehát, hogy a feleségétek azok szoktak egyébként így elismerő megjegyzéseket tenni más férfiakra? De én mondom, hogy tegyen, de soha nekem, hogy ki kell provokálnom. Mondani, igen. Igen? Tényleg? Igen. Ő megmondja, hogyha ha mondjuk ez a követi az Instagramon? Igen, hogy ezt a, igen, természetesen. Téged emleget állandóan. Hát mondom, hogy nyugodtan tegyen jó indulatú megjegyzéseket. Nem, a Viki valahogy nem szokott. A csajok egyébként nem ilyenek. Mi gondoljuk azt, hogy ilyenek? De megnéznek egy palit, de nem mondják az, hogy jó lenne, tudod, tehát erről már sokat beszélünk. Nem így, nem a Móni se így. Tehát hogy csak ő megjegyzi, hogy jó, milyen jó képű a srác, vagy pedig, hogy tényleg ez egy helyes fiú, stb. Tehát mi sem mondjuk nekik, nem hogy milyen jó csajt láttunk. Hát nem nagyon. Azért az így... Ott feszülős lenne a dolog. Az feszülős. Tehát ez engem nem zavar, van otthon tükrünk. Ezt nem is meséltem nektek, két héttel ezelőtt kint voltunk a Szent István Parkban, ott van egy ilyen nagy lezárt parkrész, középen, ugye, mint ugye a neve is mondja, az egyik része játszótér, ugye, játszótér, és a másik része meg ilyen parkos dolog. Ez két vagy három hete volt, gyerekek játszottak, én mentem egy karikát ott, és egy hölgy kifeküdt a játszótér mellett 5 méterre, a fűre, és levetette a melltartóját, vagy lehet, hogy meséltem. Na, és akkor megyek vissza, és mondom, Béka, hát képzeld, de itt napozik a játszótér mellett, érted? Monokinizik egy nő, hát nem felháborító. Mondtad neki? Hát majdnem akkorát kaptam, hogy mit sasolok én, de mondom, nem néztem meg csak egy kicsit a mellét. Nem néztem meg, 10 percet álltam fölötte, de egyáltalán nem néztem meg. Csak hogy arról akartam vele beszélgetni, hogy a játszótér mellett 5 méterre, hát mégsem a csajoddal beszéled meg, hogy miért nem hívtál föl engem? És akkor mondtad, hogy néz ki, milyen, hát mondd el nekem. Miért nem küldtem fotókat? Miért nem küldtél fotót, miért nem írtál e-mailt, most följöd a csajodat, és megbeszéled, hogy egy félmeztelen nő
a játszótér mellett napozik. Igen. Hát, ő is ott volt, csak ő ugye maradt a srácokkal. De miért nem mentél oda, takartad be? Vagy tettél rá vizes lepedőt? Hölgyem! Hoztam vizes lepedőt, ezt a Greenpeace-től láttam. És rátettem volna vizes lepedőt, vagy valami. Nem olyan volt, nem bálnaszerű volt, hála Istennek, hanem egy nagyon kedves. De azért gyerekek játszótértől 5 méterre félmeztelenül napozni, azért az pofátlan, nem? Ez nagyjából olyan, mint amikor hagyod a kutyádat belegittelni a homokozóba, miközben a ödönke ott túrja éppen a kalácsot homokból, nem? A kutyád meg gittel a homokozóba. Jó, csak amikor a gittet látsz, nem nyalod a szád szélén. De ki az, aki lefekszik 5 méterre a homokozót, ott tényleg félmeztelenül napozni? Ahhoz azért szemérmetlennek kell lenni. Tehát gátlásosabb lennék 5 méterre 3-4 éves gyerektől. Ő nem volt az, lehet, hogy apukákat húzni jött, tehát tudod, hogy hoztad a gyereket, és ott meg egy nagyon szép, fiatal, 20 éves körüli szőke, 90-es. Jó, hogy nem ült be a hintába, vagy ment föl a csúszdára, hát és kezdett el ott csúszkálni a hintán, érted? Feri, ne vegy személyeskedésünk, de hát nyilván nem véletlenül hívtak valaki ilyen optikának, hogy nem lehet, hogy ez egy új köztéri szombor. Volt, csak húzni kéne a szemüveget, nem felé egy kicsit. Anyád, de rendben van. A bácsi képzőművész, hogy ennyire bejönnek neki ezek az installációk. Élő hölgy. Melyik ez a játszótér? Szent István Park. Elmegyek ma oda, az egy jó játszótér, hallottam, ott nagyon sok játszótér van a gyerekek, meg nagyon sok interaktív játszótér, meg Dunapark, kávézó, meg megnézem ezt a játszótér. Nagyon jó a pisztácia. Eztek egy pisztáciát, kérlek is. Nekem már ennyi is elég, hogy a játszótérre lássak ott valakit, aki napozik, gyereket. Hát mi már ez is jó. Menni mászókázik, én ott ücsülök, nyalok egy fagyit. Nagy baj nem lehet. Jaj. Na, nem mondtam. Nem. Csak jajogtam. Elfojtottam, már egy rugom benn van abban a rohadt persében. Albérlet csalások egy internetes portál összeszedte, hogy hogyan és miképpen húzzák le az embereket, ha albérletet szeretnének kivenni. Vannak módszerek, amit a csalók használnak, és hát tulajdonképpen gorcső alá szedték, vagy gorcső alán vették, vagy hogy kell ezt a rohadt dolgot mondani. Minden, mit csináltak? Az a lényeg, hogy összeszedték, hogy hogyan vágnak át bennünket, ha albérletet akarunk mi keresni. Vannak németországi szupermódszerek, és vannak magyar módszerek, és ezeket szeretnénk kitárgyalni, úgyhogy akit nem is olyan régen albérlet keresés közben vágtak át, vagy húztak le, írja meg nekünk, hogy mik a tuti módszerek, vagyis hogy őt hogy vágták át. Van egy német módszer és egy magyar módszer. Szerintem mind a kettőz egyébként elég balgának kell lenni, de állítólag működik. Melyik módszert akarjátok? A csak német módszert vagy a magyar módszert? Csak az egyiket tanulhatjuk meg? Nem, az egyiket olvastam el, úgyhogy mondjátok a magyar. Jó, a magyar szeremonikával. Hát minek tudnánk a németet, hát nem ott lakunk, érted, itt lakunk. Köszönjük meg. Ránéztem, ez egy túl hosszú cikk, gondolta Bali, úgyhogy elolvastam a magyar módszert. Én nem tudtam, hogy így csinálják, de zseniális a dolog. Arról szól, hogy... Várja, lehet, hogy valaki most kapcsolódik be az adásba, akkor folytassuk úgy, hogy... És ehhez képest a magyar módszer? Ehhez képest a magyar módszer viszont sokkal pofátlanabb, azt kell, hogy mondjam, a németek a kanyarban nincsen, pedig hát ugye most már, ugye tudjátok ti is, de ehhez képest a magyar módszer az egészen pofátlan. A következőt csinálják. Meghirdetnek állítólag egy lakást, ami frekventált helyen van, jelentsen ez a szó bármit is, jó rezsivel, szép fotókkal, és ezt felrakják az internetre. Aha, aki keresi, az megtalálja. Aha. Aki keresi, megtalálja, és amikor lebeszélette az ingatlan közvetítővel a találkozót, és az a rohadékság, hogy egyébként ebben az ingatlan közvetítők is állítólag nyakig benne vannak, lebeszéled vele a találkozót, akkor közli veled, hogy a lakást pont aznap kivették. Ó, micsoda bal szerencse. Pedig ha tudná, és még mesél is, hogy tudná, hogy milyen szép lakás. Gyönyörű lakás volt, nagyon jó adottságokkal, kis rezsivel, szép képekkel, elvehetetlen panorámával, tényleg 100 négyzetméteres loft lakás, 40 ezer éremmel, és is benne van. Tűzfalt, lebontsák, elvehetetlen a panorámával. Tehát gyönyörű. Viszont a közelben egy kicsit rosszabb állapotú albérlet is van. Aha. Gyere el, ha már ezt megnézted, nézd meg, hasonló, mint ami a képen van, egy kicsit ugyan rosszabb, de tuti, hogy tetszeni fog. És állítólagosan a többség, és ezt nem értem, és ezért gondolom, hogy kicsit baleknak kell lenni, kiveszi. Mert lélektanilag te azt gondolod, hogy ez egy jó hely, hasonlít, amit láttál ahhoz, nem olyan jó, nem olyan szép, de lehet, hogy már egy picit is fáradtál abban, hogy keresgéled az egyik albérletet a másik után, és akkor ezt használják ők ki. Na, de te látsz egy szép dolgot, ami tetszik. Utána mutatnak egy rondábbat, kevésbé szépet,
kevésbé előnyös. Te ezt kiveszed? Nem mondod azt, hogy ez nem olyan, amit a képen láttam, köszönöm, nem. Ennek mi a lélektana? Vagy miért veszed ki? Hát valószínűleg az agyadban ugye az első képsorozatok mennek, amit láttál a neten, mert az ember hajlamos azt már beleképzelni magát, hogy de jó ez a lakás. Az első, amit a neten láttál, igen, az a lakás benne van az agyadban, és amit a Jani mondott, hogy tényleg ez csak ugyanaz a környék, egy utcával van arrébb, hát akkor miért ne? Plusz azért az albérletkeresők, azt ne felejtsétek el, hogy rettelt helyzetben vannak. Én nagyon sokat albérleteztem, és hát volt olyan, hogy villámgyorsan kellett. Olyankor meg szinte mindegy. Tehát azt mondod, hogy jó, igen, kérem. De azért, hogy ebben az ingatlan közvetítők is benne lesz, vannak, egyébként lesz. Nyugodtan írjanak azok, akik szeretnék megvédeni a mundérbecsületét, vagy ingatlan közvetítők voltak valamikor, már abba hagyták. Nem csodálom egyébként, hogy az ember abba hagyja azt a munkát, nekem nagyon sok bajom van velük. És elmondják nekünk, hogy hogy lehet valakit rávenni arra, hogy vegyen ki egy albérletet, vagy pedig egy szép lakásról fölrakok képeket. Nyilván az a lakás egyébként sose volt kiadó. Fölrakom, majd letöltöm máshonnan. A büdös életben nem volt kiadó, de rávaszem a hülyét, hogy akkor egy hasonlót rosszabb adottságokkal vegyen ki. Ebben az esetben szerintem ugye a csali lakásról annyit mindenképpen tudhatunk, vagy sejthetünk, hogy vagy, ahogy mondott, soha nem volt kiadó. Lehet, hogy nem is kötődött soha ez az ingatlan közvetítő. Hát nem volt kiadó soha. Vagy kiderül. Már hónapokkal ezelőtt elment. De arra tényleg jó, hogy beltessen. De miért veszed ki a rosszabbat? Azon túl, amit a Feri mondták, hogy sietnem kell. Hát én nem vennék ki egy rosszabbat, ha látok egy jót. Én mondjuk az ingatlan közvetítőket nagyon rühellem. Tényleg. Tehát most lehet, hogy ezzel megbántok néhány ember, de a legtöbbet egyébként én értem, hogy megélhetésenkről, de hiénák. Mert fölraksz egy lakást eladni, azonnal jönnek, egymással licitálnak, alkudoznak, egymás alá mennek. Fú, ez egy könyörtelen szakma. És még sokszor is egyébként nem is szimpatikusak. Én nem kedvelem őket. És ha beírod hirdetésből, ugye magánhirdetés, és csak magánszemélyek jelentkezését várod, oda van írva, de tényleg. Tehát, hogy nincs izé. És levakarhatatlan, de és igen, nem majd tudod. Mi eladjuk. És mondod, hogy nem akarom. Tehát az 50 milliós lakást nem akarok rajta még 1,5 milliót magának odaadni, mert igen. 3% mondjuk az azért egy ilyen átlagos. 3-4-5, attól függ, hogy állapodtunk. Kizárólagosan csak nála többen hirdetik. Igen. De hogy nagy hiénázás megy egyébként, és levakarhatatlanok. Tényleg. Tehát, nekünk, hogy ilyen MLM ügynökök szinte az ingatlan ügynökök sokszor. Tisztelet a kivételnek. Nekünk nagyon pozitív és nagyon negatív tapasztalatunk van, és ingatlan közvetítő kapcsán. És ugyanattól a szemétől. Igen. Igen. Egyszer normális volt, aztán kevés. És a negatívok között van ilyen is, vagy volt ilyen is pontosan, mint például ennél az albérletes sztorinál, hogy előre lebeszéltük telefonon, megbeszéltük, de ugye az a környék, de ugye ennek az útnak ezen az oldalán van, de ugye ez az árfekvés, persze, igen, jó, akkor mondott, akkor találkozunk, oda mentünk, és kiderült, hogy nem azon az úton van, nem azon a környéken van, nem annyiba kerül, és mondtanék, hogy ne haragudj, de ezt miért csinálják. De ő is azt mondta, hogy az megvolt az a lakás, csak eladták? Nem, vagy azt állította róla, hogy azon a környéken van, és abban az árfekvés dolgozik, amit mi is kerestünk meg, ahol kerestünk lakást. És ehhez képest kiderült, hogy a kanyarban nincsen. De ugye Lőrinc és nem Imre. De ugye a Királyhágónak ezen az olyan, persze, ahogy mondja. De ő egyébként mire számít? Tehát, hogy rosszabb helyen mutatja, nem ott van, és elmondja, uram, nem ott van, nem oda viszel, de azért megzsarolom önben. Én megkérdeztem, hogy ne arra, hogy miért raboljuk egymás idejét, miért csinálja ezt velünk. Nekem más dolgom is van, mint hogy magával találkozok egy fiktív, nem létező lakás kapcsán. És mit mondott? Hogy semmit. Hát azt hitte, hogy érdekel minket. Csali. Egyébként nem mész oda. Balázs. Ez is Csali, ami a Janié volt, és a föltett kép is Csali. Mert nem fogsz oda menni. Tehát ha fölteszi a rosszabb lakást az albérletes, hogy ennyiért ez itt kiadó, akkor nem fogsz oda menni. Fölteszi a jó lakást, akkor már el akarsz indulni, már meg akarod nézni, azt mondja, hogy ezt kiadtuk, van egy picit rosszabb. Akkor már úgy, hogy vele, hogy figyelj, úgyis arra szántam. Igen, csak úgyis oda megyek, és akkor ott vagyok, már hát, ha nem annyival rosszabb, na de utána hülye vagy, ha kiveszed. Oké, de oda mentek százan, és abból valakit talál. Hogy hát, a nagy számok alapján valaki meg rábólja. Hát, ha eladja, hát, ha kiadja, ugyanakkor meg a hitelességét kockáztatja vele. Na igen, valószínűleg 90-en rosszá ízzel távoznak a 91-dik. Egy hát, ha megveszi a jutaléket, hát, megint. Igen, de a jutalék megvan, ő egyet elad, egyet kiad, és megvan. Egyébként igen, igen. Te sem vagy, Szimpi, mégis hallgatunk mindenre. Írja nekünk egy ingatlanos. Jó. Na, drága hallgatók, aki mostanában próbált ingatlant eladni, venni, segítsen nekünk, hogy milyen trükkök vannak, vagy akár tényleg ingatlanosként dolgozik, hogy vágják át a lakásokat keresőket, az albérletet keresőket, hogy vágják át azokat, akik lakást szeretnének venni, milyen trükkök mennek. A német egyébként egy sokkal egyszerűbb dolog, ott annyiról van szó, hogy egy Western Union
szolgáltatáson keresztül neked az előleget kell elutalnod, és azáltal, hogy előleget elutalod, kiderül, hogy soha nem volt semmilyen bérbeadó, soha nem volt semmilyen teljesítés, soha nem volt semmilyen kiadó lakás. A németek pedig ugye hát mégiscsak látnak egy szép albérletet, és a kauciót le kell tenni a Western Union számlára, megadni és elutalni. Ja, ez nagyon bagatell módszer egyébként. Ez pénzlenyúlás, így van. Nincs szó lakásról, nincs szó albérletből, meglátod a képet, elutalod, és ott állnak hülyén, és kifizettél, mit tudom én, 3 havi kauciót, úgy 1,5 millió forintot, hogy se lakás, se albérlő, se tulajdonos, senki. Föladnál így azért egy számlára pénzt? Nem. Hát azt hinném, a németek ennél precízebben. Igen, ezen az pénzátutalós, ugye, mert ez azt csinálja, hogy ha készpénzt akarsz valahova elküldeni, tehát ha mit én, vagy egy ismerősöd bajban van, akkor bemész ide, és ott meg odaadják neki a pénzt. Hát ez ki, ez követhetetlen. Ki az a hülye, aki ezen keresztül utal? Totális. Már ilyenre. Mert egyébként a szolgáltatás maga oké, de egy ilyenre. Nézzésem, nagyon aljas. Igen. Albi keresés 50 ezerért meghirdetett lakás, a helyszínen ment fel 80 ezer plusz rezsire úgy, hogy 21 embert hívtak egyszerre egy időbe. Ha nem vagyok ott, nem hiszem el. Ja, és licit. Hát ez is tipikus. Ezt hallottam én is, hogy licitálni lehet, hogy egyszerre hívják oda, szóval, hogy 50 ezer. Ki ad érte? 51, 50, 80. Ott áll egy csávó kalapáccsal. Leütöttem először, másodszor, senki többen. Meg, és ott folytogatják egymást az albérlet keresők, miközben valaki odaér és 80 ezerre leütik. Rezsi nélkül, harmadszor. Emberrel nem azt tudod, hogy rezsivel együtt. De ez még számomra kevésbé inkorrekt, mint amikor elvisznek téged egy kamu hirdetésre, vagy elvisznek téged egy másik lakásra, és azt mondják, hogy art az... Szóval az van, hogy gyerekek, többen jöttetek. Hát ha tudod, 50 ezerért indult, én nem tudtam, hogy többen jönnek. Egy ember jött, százal jött. Na, nem igazadoztál te valamikor, te? Higgyék el, én azt hittem, egy ember lesz itt. Hát, hogy itt sorok állnak a ház előtt, hát nem tudok mit csinálni, ki a többet. De az egy döntési helyzet, hogy adsz vagy nem adsz, mégis arra a lakásra mentél. Nem korrekt, nem azt mondom, csak kevésbé inkorrekt, mint amikor tök máshova visznek. Inkább így fogalmaznék. A közelben árultak nagyon sokáig egy olyan házat, aminek az alaksorában élt egy néni, és ezt elfelejtették. Egyébként tényleg. Ez mit jelent, hogy hallanak valamin ezt, képzeled, ott egérneszel, vagy hogy? Képzeljétek, az, hogy meg volt hirdetve a ház, és elfelejtettük mondani, hogy haszonélvezőként ott él még egy néni is a pinyó basszú terében. És amikor oda mentek, és megnézték, mondták, hogy és a néni, hát ő itt lakik. Ne foglalkozzanak vele. Ne vele ülni. Csüket, már nem is nagyon lát. Egyébként kb. Ez is volt a helyzet. És akkor is, hát ott lakik. És akkor lemész a pincébe, tudod, krumplér megézni, és akkor ott motorkál valaki. De várjál, nénit bújtatták, miközben jöttek az albérletkeresők, hogy néni be a ládába, mert most megint jönnek, rácsukták a ládát, az véletlenül kiszabadult, és elkezdett zajongani, vagy a néni ott folyamatosan zajongott, csak elfelejtették. Jó, ez nagy? Semmi, ne bérlekes. És ez most csak rákoptam. Igen, nagyon ízel, csak csoszogok, sétás kezdet. Legalább sütött, főzött a néni, mert azért a néha összedob egy almás pitét, akkor nekem mondjuk megérni. Nem, passzív volt, csak ott lent a térdegét, időként kiment a közeli közérték, aztán visszament, és akkor ugye el volt. Nem volt tulajdonos, mert valamilyen haszonélvezeti joga volt, valami korábbi ügyből kifolyólag, és akkor ott volt lent a pinyóba. Hát nem tudták, kirakni. De ezt valami soha nem írták bele a hirdetésbe. Mondjuk furén néz ki, igen, egy elvehetetlen panorámával, 100 négyzetméter frissen parkettázva, nénivel alul a félszuterénben. A lakás kiadó. Tehát azért egy ebben a formában lehet, hogy nem indulnék rá azonnal. Igen, betonfödémes, cserepesebb, plusz néni. Na, rengeteg SMS jött, úgyhogy a hírek után ezzel folytatjuk itt, hogy próbáltak átvágni már ingatlanvásárlásnál, albérletkeresésnél. Mik a legmodernebb, mindezidáig ismeretlen trükkök, amiket is úgy fedeztetek fel, hogy veletek megcsinálták. Írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva, belefolytattuk a szót a Nickelbackbe. De már nem volt sok. Vigasztalja a Nickelback rajongókat a tudat, hogy 30 másodpercet kicsit lecsipentetünk a dalocskában. Ingatlan trükkökről beszélgetünk, illetve pontosabban albérlet kiadási trükkökről. Egy honlap összeszedte, hogy milyen jó trükkök vannak. Egy magyar módszer, ugye meghirdetnek egy lakást frekventált helyen, szép képekkel, jó rezsivel, lebeszéled az ingatlan közvetítővel a találkozót, közli veled, hogy a lakást pont azt nap kivették. De egészen véletlen a közelben van egy kicsit rosszabb állapotú albérlet, ha itt vagy, nézd meg, 10-ből 8 elmegy megnézni, aztán 10-ből 1 pedig, 8-ból 1 pedig ki is veszi. Ez a trükk. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk különböző trükköket, hogy őket hogy próbálták átvágni, mire kell figyelni, ha albérletet akarsz kivenni.
itt azért többen írják, hogy vannak becsületes ingatlanosok is. Nyilván így van, ezt ez azért én is elmondtam. Való. Én elmondtam, hogy kevésbé kedvelem őket, vagy nem kedvelem őket, de nyilván van ezen szakmának is egy-két olyan kiváló képviselője, akik azért nem átvágással érik el. Honnan gyökeredzik ez a gyűlölet? A gyűlölet az például onnan, hogy én egyszer házat akartunk venni, ingatlanos, nagy nehezen összehoztunk egy találkozót, mondta, hogy ne hívogassuk, mert nagyon elfoglalt. Mondom, hát, a kutyafára, hát ne haragudjál, fölraktál egy olyan dolgot, ami bennünket érdekel, szerkezett két ház, ezt talán egyszer két éve elmeséltem, szerkezett két ház. Beszélj meg egy találkozót, flagma volt, undafolt, persze nem mindegyiké, meg azért ebből nem lehet általános következtetést levonni, hogy mindenki ilyen, csak sok rossz tapasztalat. Menjünk utána. Vezetünk hegyen, dombon át, völgyön keresztül, kerülő úttal, 5 perc alatt eljuthattunk volna egy másik úton, megállunk. Megérkeztünk, mondom, gyere Viki, szálljunk. Gyanús volt, egy ilyen pusztaságba állunk, láttam, hirdetés, szerkezetkész ház. Kiszállunk, ember azt mondja, hogy jó, jöjjenek utána, megyünk, egy-két ilyen félig felépített ház, mondom, biztos ott van valahol mögötte a szerkezetkész ház. Oda megyünk egy olyan földhöz, ami körbe van kerítve. Hátrányos az emberfél, és ettől komoly, semmi komoly, azt mondja, itt van. A fotón az volt, hogy szerkezetkész, és állt egy szerkezetkész kész ház. Itt van. Hát mondom, valami tévedés van a dologban, mert hogy mi szerkezet... Ez az. De és mutat egy földarabra. Egy üres földarabra. Összenézünk a Wikihez, és azt mondjuk, hogy be vagyunk gombázva. Vagy tehát, hogy valami nem stimmel, vagy ő. Ez az. És mondjuk, hogy de ne haragudjon, hát egy szerkezet kész hát itt lesz. Mit lesz? Itt lesz. Hunyják be a szemüket. Itt fog állni. Mondja az ingatlanos, elvitt minket Jézus. Egy földdarabhoz, ami nem hogy szerkezetkész ház nem volt, egy talicska, egy lapát. Semmi nem volt. És azt mondta, hogy oké, hogy a hirdetésen az van, de ez nem sokára megépül. Itt áll majd az a szerkezetkész ház. Akarjuk-e? Se szó, se beszéd, ültünk be az autóba és hagytuk ott. Ehhez mennyire pofátlannak kell lenni? Hogy a fotón ott van, hogy szerkezetkész ház. Óriási. És elvisz téged egy földarab, és azt mondja, most még nincs. De hamarosan itt lesz. Nézze meg a panorámát. Most még ez a ház se takarja. Én itt hátra léptem, és azt mondtam, Viki, a tiéd. Aha. És onnantól kezdve indultad. Én még mentem a kocsiba visszafelé, és hallottam a marcangolás, hogy a cápa tépi szét az áldozatát. Egy-két segélykiáltás az ingatlanostól, hogy nem akartam. Lesz, de jó, 5 percet ültem a kocsiba, Viki beszállt, véres volt a száj, és azt mondta, indíts. Ne kérdezz semmit, csak indíts. Mondtam, lerendezted kicsim le. Úgyhogy indultunk is tovább. Szóval azért ez az arcátlanságnak a teteje. Nem? Hát, hogy még egy alap se, vagy semmi? Egy földarab, az lesz a sztori. Igen. Itt van Árpi, aki 8 évig ingatlanozott. Hello Árpi, jó reggelt! Sziasztok! Na, mesélj nekünk trükköket, te már erről nyíltan beszélhetsz, mert nem ingatlanozol. Így van, hál' Istennek már nem. Miért hagytad abba? Elég volt. Elég volt. Igazából ez, amit mondtok első körbe, hogy fűtfát megmutatnak, ennek egy hálózatnál voltam, tehát ezt így elmondom, hogy hálózatnál voltam. Ott úgy működik a dolog, hogy meg van szabva, hogy egy nap, vagy inkább így mondom, hogy egy héten hány ingatlan kell megmutatni. Ha ezt nem teljesíted, a következő buli, ami összejön, abból kevesebb pénzt kapsz. Aha. Tehát rögtön így van. Tehát inkább megmutat mindent, hogy a statisztika jó legyen, és akkor utána... akkor már be van biztosítva a következő pénze, és itt nem kevés pénzről van szó, itt akár 10%-ot lehet bukni, a jutaléknak a 10%-át tudja bukni egy értékesítő, hogyha ha ő alá teljesít az ő neki kiírt feladatokat. Tehát van egy kvóta, és még meg kell mutatni havonta 50 lakás. Ha nem mutatod meg, akkor hiába adsz el egyet 3%-os jutalékért, abból még levonnak a 3%-ból mondjuk 10%-ot. Így van. Milyen trükkök vannak még, amivel az embert megpróbálják átvágni? Ingatlanozásnak a legnagyobb trükkje az, tehát ma azt gondolom, hogy internet világában már nem az Expressbe hirdetnek az emberek, már bocsánat, az újságban, mondom, az újságban, nem az újságban hirdetnek az emberek, hanem internet. Igazából egy-két honlap van, ami működik, tehát már hülye is meg tudja hirdetni az ingatlanját, meg is találják őt. Az egész az arra megy ki, hogy ha te meghirdeted az ingatlanodat, ugye van a környéken hasonló ingatlan, amit hirdetnek egyébként ingatlanosok is, és ők egész nap azzal foglalkoznak, hogy nyomják fel a hirdetéseket a netre. Tehát a te hirdetésed a 25. oldalra fog kerülni gyakorlatilag 24 órán belül, ahova már senki nem lapoz hátra. Ja, értem, tehát látják, hogy én magánszemélyként hirdetek, és rám nyomnak egy csomó lakást azért, hogy előbb-utóbb ebből elegem legyen, és elmegyek egy ingatlanoshoz? Nem konkrétan rád, mindenkire. Tehát ez a lényeg, hogy annyi hirdetés legyen fönt, hogy a magánemberek hirdetése kiszoruljon. Azt a mindenit.
és ez, akkor szépen hátul van, egy idő után fel fogod adni, fogsz keresni egy ingatlanost. Ez egyébként, ez egyébként lélektanilag tényleg működik, hogy meg van hirdetve egy lakás, azt mondják, hogy az el kell, de 10 másig elmegy egy rosszabbat megnézni, és abból egy úgy is kiveszi? Eladónál, kiadónál is így van, hogy persze, kint tartanak, kifejezetten jó ingatlanokat kint tartanak az interneten, hogy csali legyen. Mert hogy ugye a lényege még az egésznek az, hogy olyan számítógépes háttér áll az egész mögött, hogyha neked van egy, te egy ingatlanos vagy, van egy vevőd, akinek adott paraméterekkel keres ingatlant, én azt ott beállítom, és utána nekem nem kell keresgetni meg semmit, hanem rögtön csipog reggel, hogy na, a Sebestyén Balázsnak való ingatlan beérkezett a rendszerbe, vagy akár meghirdetett valaki egy ilyen ingatlant, és akkor én hívjam föl a tulajdonost, megkötöm vele a szerződést, és már ajánlom ki a Sebestyén Balázsnak. Ú, de szép azért ez. Szép szakma. Hát vannak ennek a szakmának is becsületes képviselői, de azért kemény világ ez. Ebben a legfinomabb az, hogy te kéred tőlem ingatlanosként, hogy én küldjek neked e-mailbe ajánlatokat, én küldök, te rákattintasz, akkor egy kis, nem tudom, hogy mennyire vagytok otthon informatikailag, egy kis sütit helyez el a számítógépeden, és onnantól kezdve az én, tehát a cégnek a honlapján te bármit kattintasz, azt én tudom. Te figyelsz engem, hogyha én kapok egy ilyen levelet? Igen, és én tudom, hogy te megnézted Török Bálinton ebbe az utcába az ingatlant, az interneten, megnézted Török Bálinton azt az ingatlant, az interneten, igen? Ez egy legális. Ez legális, hát sütit helyez el, a sütit elhelyez neked más is, persze. Én csak azt látom, amit a mi honlapunkon, tehát az adott cégnek a honlapján te csinálsz, hogyha egy idegen, azt nem, természetesen azt nem tudom, hogy te megnézted a sex.com-ot, vagy akármit. Na, csak hol ismered a Jani? Fúj! Igen, egyébként. Nem, a bigtits.com-ot nézi egyébként. Ultra bigtits.com. Annyit tennék hozzá, majd a Jani is elhelyez egy cookit, tudod, amit mondtál? De azért annyit hozzátennék, hogy is. Na jó. Azt is igen. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-ünk van, megyünk még tovább, Árpikám. Okay, köszi, okay. Ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Kedves Juki, ingatlan közvetítő hölgy vagyok, már elmúltam 50 éves, szerintem a szakmámat becsületesen végzem, sajnos sok sikerélménytől, pénztől éles az általatok említett hiénák miatt. Nagyon rossz, hogy ilyen fórumon egy szakmát ellehetetlenítetek. Nem lehetetlenítünk el egyébként, elmondtuk a véleményünket, azt szerintünk lehet, de elmondtuk, hogy nyilván vannak becsületes képviselői is, csak talán kevesebben. Nyilván őket is szorongatják, nehezen tudnak megélni, de az ember sokszor azt mondja, hogy hiénaszerűen csinálják, és nem szimpatikus. A legmodernebb rablás a lepukat lakás tisztasági festése és divatossá varázslása, kamu konvektor, vaterás, hibás főzőlap olcsó látványkonyhával, sarokban mosógép vízkiállás nélkül, gipszer rögzített gipszkarton, nincs váz, kamukecó 10 milliós lakást 300 000 forintos felújítással 18-20 millióra lehet felnyomni magánkézből. Van trükk még bőven, egy asztalos írta. Várj, és nekünk. Akkor ki első mosásnál kiderül, hogy nem folyik el a víz. Igen, akkor... itt azért azt is feltétlenül, hogy hülyének kellene, oda mész és megveszel úgy egy lakást. Nézd már, anyjuk, mosógép is van. Hát, minden nincs bekötve. Szóval azért ennél alaposabbnak kell lenni a lakást összel, igen. Az ingatlanosok feltesznek egy kertről egy képet, és miután telefonálsz, hogy többet tudj meg az ingatlanról, mondja, hogy 7000 forintot fizes be, hogy megmutassa neked az egészet. Szép napot, Viki. És azt visszakapod? Megnézési kaukció van? Fizetned ilyen? Kell, aha. Hogy több, be kell regisztrálnod egy oldalra, hogy te kapjál ajánlatokat, aha. Gondolom, igen. Nekünk egy örök panorámás 90 négyzetméteres faházat ígértek, a panoráma az M3-as bevezetője volt, 30 négyzetméter, de három szinten, mint egy vadászles, körülbelül 8 éve. De azt nem mondták, hogy a panoráma miről fog szólni. Há, oda panorám. Biztos nem építenek az M3-os közepére házat. Na tessék, és ezt akár bele is lehetett volna rakni a hirdetésbe. Ugye, megmarad a panoráma. Ingatlan szeretünk volna kivenni, és mivel az aktuális lakó nem engedett be senkit, féltve a nemrég született gyerekét, ezért pár évvel korábban készült képek alapján kellett eldönteni három párnak a lépcsőházban, hogy kiveszi ki a lakást. Ezt Lesi küldte nekünk. Neten megnéztem egy kis budapesti garzon képeit, látszódik a képeken, hogy nagyon igényesen sok jó ötlettel használták ki a helyeket. Felhívtam az ingatlanost, és kiderült, hogy nem az a lakás van a képeken, a lakás teljesen felújítandó, a képek csak referencia. Képek, hogy egy kis lakásból milyen sokat ki lehet hozni. Jaj, de gyenge duma. Akár ilyen is lehet belőle. Vegye ki ezt, és csinálja meg. Igen. És akkor mondja valaki, hogy jaj, a becsületes ingatlanosok csak megélhetésből csinálják. Nyilván átvágnak téged. Oké, hogy szorongatják őket, ez akkor is aljas. A lakás, amit hirdetünk, kis fantáziával és némi befektetés, akár így is nézhetnek ki, mint a képeken látható ingatlan. Egy ismerősöm kivett egy albérletet, utána kiadta 51 embernek. És mindenkitől csak az előleget szedte be. Ezt Vegetta küldte, az is egy más módszer, igen. Igen. Meghirdetnek olcsó szép lakásokat, aztán ha érdeklőd, pénzért kapod a címet, 5 és 20 ezer között húznak le, páran nem létező címmel.
Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. 4 hónapja nem találok albérletet, mert eltűntek a magánhirdetők, de a csalókat hogy lehetne megbüntetni? Nekem ugyanaz a számom, 3 név szokott lenni, vagy nem veszi fel a telefont, vagy fizessek neki 8000-es regisztrációs díjat, hogy lejárt címeket adjon fel, háborító. Írj egy hallgató. Na jó, hát köszönjük szépen. Azért kemény meló ez, nem? Hát biztos, nem hogy nekünk is keményen kell dolgozni, csak tényleg az átverések az hol fizetődik ki. Én nem, senki nem áll a fejük mellett fegyvere, hogy verjék át naponta az embereket többször. Nyilván vannak becsületesek, és hangsúlyozom, de azokat, akik ilyen így dolgoznak, és ez az erkölcsi szintjük, egy percig nem tudom őket sajnálni. Se az, hogy hú de becsületes ingatlanosok, mert nem. Játszunk jó Oven bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szervusztok, Ildikó vagyok Kaposvárról. Ildi, hello Ildi. Bele is vágunk a játékba, jó? Fiúkot Budapesten, semmi különös. Minden hát nézd, itt araszolnak mellettünk az Üllőjüti felüljáron. Ja. Tudjátok egyébként, hogy ki vagyok. Na, én nem a Váci Gergőnek a mamája vagyok, egy másik fiúnak a mamája vagyok. Kaposvári kitelepülés, 2013 március. Biciklivel vittem a kis nokedlimat, és veletek dumáltam egyik reggel. És van több ingatlanos, hogyha érdekel. Az már benned marad. Jaj, tehát annyira jó, meghallgatjuk adásokat, hogy nagyon szívesen csak meg fogunk csúszni. Hogy jött ide Váci Gergő? Hát nem vagy képbe, úgy látom Balázskám. Lent voltatok Kaposváron kitelepülésen. Én voltam az első interjú alanyotok korán reggel biciklivel, és ki akartátok nyomozni, hogy ki vagyok, és mondtam, hogy nem a Váci Gergő mamája vagyok, hanem egy másik fiúé. Jó, jó. De nincs meg mi, nem vagy. Ez így ebben a galuskád megvan. Olyan galuskád volt, arra emlékszem. De Jani meg bekányta magát olajjal, azt csúszott, tudod. Jaj, igen. Mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Beru néni, jó? Jó, oké. Strandon vannak. Igen. Figyelj, mutatjuk a dalt. Nem volt eddig csak 4000-szer. Húha. Na, mutatjuk még egyszer, figyelj. Ez most csak egy sima... AC/DC. Tessék? AC/DC. Pont ezt akartam, ez most csak egy sima dal, nem filmzene, nem sorozzen zene. Nem, ez nem az AC/DC. Hát pedig valami rögzene. Az. Akkor, jaj, már tudom, csak nem teszem, de várja. Gázer Rózi. Na jó! Elfogadjuk. Na, hát Jani, hogy rockerek vagyunk, tudod. Te is rocker, Jani is rocker, igen. Én... Ugye, szomszédokat akarom spanolni, akkor megy az AC/DC orba szájba én nálam, úgyhogy... Mit csinálja, a szomszédokat akarom spanolni, nyomod az AC/DC. Persze, üvegek alul, kutyás fölül, tudod, akkor kapnak egy kis AC/DC-t, azt akkor csönd van ebben. Kár, hogy nem volt több idő, mert még beszélgethetünk volna szerintem. Ugye, nagyon egy kémes sztori, annyira akartam mondani, hogy ez nem igaz. Egy perc, adsz egy percet, Balázs? Nem. Puszilunk, küldjük az ajándékcsomagot, ciao. Puszilunk, hello. Ebben még lett volna, ha? A lett volna. Ildivel, Ildi egy tündér, igen, még lett volna. Nem lennék kutyás szomszéd. Egyáltalán nem lennék Ildi szomszédja, de Ildi nagyon helyes volt. Elfogadtuk, először rosszat mondott, de vagyunk annyira tekintettel Ildire, hogy szerintem megérdemeltem. Ügyes volt, azért kitalálni egy grogdalt, azt megérdemelt. Hát meg annak idén Kaposvárat, hogy összefonódott a sorsunk egymással, persze. Hát, hogy... Miközi ő galuskája, meg a te csúszkamasszásod együtt, az picit. A kettő nekem, igen. Az nagyon bizarr, ha abból már üvöltve ébrednék abból az álomból. Ildi galuskája, te vesztelenül ott. Ajjajjaj. 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos híre után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, kedv van, ma már állítólagos a 28-30 fok lesz, és hétvégén pedig már igazi kánikulai meleg, gyerekek. Igaz, hogy nem sokára. Tudjuk, rövidülnek a nappalok. Kegyetlen tél, a farkashordító hideg. Istenem, de brutális lesz. Na mindegy, ez az egész élet nem szól másról, csak az elmúlásról. Jézusom, borogasd az arcot, Zsűr. Egy picit lealudtad a pultot. Zsűr felborult. Gyerekek, mondjuk, fölpattant és elrohant, de még a széket is felborította. Na, Kecskemét után Szolnok irányában több helyen is drága fotók készülnek. Zsolt küldte nekünk. Az M3-as az M0-ásig be van állva Egró. M3-as Budapest felé a polgári pihenő Molkútnál a telefonfülke mögött kinőtt egy 3 lábú. Szép napot, fiúk, az utazó küldte nekünk. Benzinkút
182-es kilométerénél az M3-asnál 100... Ezt nem tudom elolvasni. Az M3-as 182-es kilométerénél a benzinkúton Budapest felé mérnek. Egér küldte nekünk. Szabad kigyóson a főutcán ég egy autó. Ó, Isten, mi van a szomszéd faluban? Gyerekek, írjátok meg. Óha. Új kígyós mellett. Még sérülés nem történt. Hát, lehet, hogy mi lehet? Új kígyósi vérbosszú. Tényleg nem lehet, hogy valaki megkaradó, hogy valaki előtt még előfordult nálunk. Kigyulladt egy autó, reméljük, hogy nincs baj. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a 129-es és 130-as kilométer között a külső sávban áll a szemét zsákokban, némelyik szétszakadva, óvatosan menjen mindenki. És Fertőszent Miklóson a 85-ösön rendőrök irányítják a forgalmat a rendőrlámpánál. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, hát gyerekek, még mindig dőlnek a sztorik ingatlanosoktól. Van, akik kicsit felháborodtak azon, hogy csak a rossz oldalát mutatjuk meg ennek a szakmának, és ez egy szép hivatás. Többször elmondtuk, és tessék azt is meghallani, hogy ugyan én elmondtam, hogy nem kedvelem túlzottan őket, de vannak olyanok, akik ezt becsületesen végzik, és vannak olyanok, akikre az előbbi fél órában említett állítások nem igazak. Vagyis, hogy normálisak. Csak szerintem kevesebben. De aki úgy érzi, hogy ő normális, az vegye magára a mondat azon részét, amikor elmondtuk, hogy vannak normálisak. Nem kell SMS-ben háborogni, mert nem mindenki bántottunk. De azért látszik az SMS-ekből, hogy sokan nem szeretik őket, és bizony sokszor aljas módszerekkel próbálnak az emberekből pénzt kiúzni. Igen. Ha tetszik, ha nem, ezt nektek is, akik ebben dolgoztok, ezt el kell ismerni, hogy van a szakmátoknak egy olyan része, akik bizony nem a legkorrektebbek. Sajnos ez de így van. De pozitív és negatív tapasztalatokkal egyaránt rendelkezünk. Nekem is van kétfajta ingatlanos típus, az egyikre mindig jó szívvel gondolok vissza, mert nagyon nem szívességet tett nekünk, de igazán nagyon jól áron adott el nekünk egy ingatlant, úgy, hogy egy másik ingatlanos meg azt mondta, hogy nem is hajlandó vele foglalkozni, mert hogy szerinte eladhatatlan. Másik mondta, hogy csak bízzuk rá. Aha. Persze, van. Jó, és volt. Na, 13. kerületben, ha visszarángathatlak benneteket, igen? Ma már jártunk ott az egyik téren, de most hát van egy olyan dolog, amit valahogy meg kéne oldani, és nem tudom, hogy mi a megoldást. Ez egy nyílt titok, hogy a 13. kerület az örömlányok mekkája. Tényleg? Igen. Ezt nem tudtam. Hát én tudom, mert ott lakom, de több oka is van ennek, hogy ezt tudom. Internetes portálok már foglalkoztak vele, tehát nem saját tapasztalat érted azon a bizonyos weboldalon, hogyha rákeresel a kerületekre, akkor a 13. kerületben adja ki a legtöbb olyan hölgyet, aki hát... Akik saját lakásban dolgoznak? Hogy a sajátja vagy béreli, azt nem tudom, de lakásra lehet menni. Ott üzemeltetik a vállalkozást. Igen, ott üzemeltetik a kis vállalkozást, ugye? Kovács Gézától bérelt egy lyukat, és viszont ahogy a költő fogalmaz. A lényeg, hogy nálunk, amikor mész az utcán, én a Gömb utca közelében lakom, akkor van egy olyan rész, ahol ha jó idő van, akkor olyan műsort hallasz az utcáról, hogy én meglett férfiként is pirongodva megyek el az utca mellett, de hogy amikor a gyerek velem van, akkor vajon mit mondok, amikor a néni a nagy műsor kellős közepén, hát olyan mondatokat mond, ami biztos van erre igény. Nem nyitott ablaknál nyomja a műsort a néni? Hát, igen. Tényleg? Igen, és így szerintem 11 körül indul be a műszak. Hát ugye előtte én nem is érek haza, de hétvégén nincs nagyon. Már délelőtt 11? Délelőtt 11-kor már indul a műszak, és egész napos hangos szolgáltatás van. Az igen, a néni csúcsra járatja a dolgot. Ő nagyon komolyan, ő naponta többször is csúcsra járatja a saját magát, és aki oda ellátogat hozzá is, és hát irgalmatlan nagy show van. Valószínűleg ez mindig úgy van, hogy az ügyfél kéri, hogy ő mit szeretne. Tehát van, hogy csak a sikongatós műsor, azt így megérted, hogy neki nagyon jó, vagy eljátsza, és van, amikor az ügyfél valószínűleg azt kéri, hogy mondjál csúnyákat nekem közben. Aha, két dolgot szeretnék mondani a történettel kapcsolatban, az egyik az, hogy véletlenül a pironkodva szót használtad az irigykedek helyett. Köszönöm. Igen, na, irigykedve járok arra. A másik meg az, hogy most abban bele sem gondolsz, hogy esetleg hazajött a barátja, aki kamionos, hosszú köröket tesz Európában minden felé, vagy pedig éjszakás volt esetleg, és csak nappal tudják intézni ezeket a dolgokat. De minden nap hazajön az európai turnéjáról, többször fiatal is. Fiatal házas. Na de hát. Többször is, 11-től éjszakáig. És sétálsz a gyerekkel kézen fogva, és a néni a negyediken üveghangon sikít. Tényleg? Igen. Csinálte állat, és mondott komolyan. Csak a nagyon óvatosat mondtam, mert nem tűr el többet a mikrofon. Óriási, tehát
egyébként tényleg nyilván irigykedve figyelet. És vannak még 45-es férfiak állnak szájtatva az ablak előtt, és csak azt mondja, hogy csak hadd hallgassam. Csak hadd hallgassam. Igen. Nem mehetek föl. Nem mehetek föl, az, hogy megölde, csak hadd hallgassam egy kicsit somafogba a fület. Csak álljunk itt egy kicsit. Micsoda zene, micsoda műsor. És felhangzott, vagy elhangzott a kérés a férfi gyerektől, vagy a kérdés, hogy mit csinál a néni. Örül. Vett egy új plazma tévét, és nagyon boldog. A rohadt életbe bekapcsolta a tévét, soha annyira kiveri a képernyőt, annyira szép a kép, hogy olyan gyönyörű HD, hogy elképesztő. Tévét néz a süket bácsi. De apa, ez egy néni. Igen, de a néni. Igen, mert a bácsi egy nénit néz nyilván. Ja, hogy a bácsi nézi a néni tévét. És mondtál neki valamit, vagy tudtál mit mondani? Hát nem nagyon tudtam, mondtam, hogy örül a barátjának. Ezt mondtam. Amit a Jani mondott, hogy a kamionos nem kevertem bele, de hát nyilván nem mondott, hogy ez egy szolgáltatás, amit férfiak igénybe vesznek pénzért, és akkor megkapják, amit keresnek. Ja, azt... Először ezt kérdezte a Soma, a másnap az, hogy papa, miért megint erre jövünk? Ugye? Hogy... Oké, apa, értem, de hogy miért vagyunk megint itt? Igen. Megint hallom a nénit. Van egy iskol, vagy mi az óvodás csoportásunk, az ő lépcsőházunkban például 70%-a a lakásoknak az így üzemel. 70%-a a lépcsőháznak. Azt hiszem, nem tudom, 6 emelet van körülbelül minden. Na de várj, ezek olyan lakások, ahol elmehetsz te egy lányjal, aki mondjuk könnyűvérű, vagy ez a lakás az övé, és te odamész lakásra. Honnan tudjuk? Ugye többféle típus van? Ez beugratós? Honnan tudjuk? Két nyúl, meg egy medve megy az erdőbe. Az egyik nyúl azt mondja, nem. Hát többféle lehetőség van. Tehát, hogy a csaj és a pasi együtt megy el, és használja ezt a lakást arra, amire a lakástulajdonosa kiadja. Értem. Vagy a lány dolgozik ott, övé a kecő vagy bérli, és ott fogadja utóbbi állítólag a klienseket. Mert hogy van olyan szolgáltatás, ahol te 3-5 ezer forintért lakásokat tudsz igénybe venni. Egy órácskára, és akkor ott te lerakod a pénzt az asztalra, 3000-5000-8000 forint, elmész a leányzóval, örültök egymásnak, majd ott hagyjátok a lakást, és valaki ebből él, hogy van egy albérlet a 9. kerületben, és óránként 5000-ért kiadja. És de, akkor de ott ők egy pár. Ők egy ugye? Pár, vagy igen. Vagy van mind a kettőnek párja, de néha ők egy inkább pár. Inkább így, hogy el kell, hogy bújjanak egy ilyen titkos kis lakásra. Ez állítólag nem ez a szobáztatás, amiről te beszélsz, hanem az utóbbi. Ez tehát, az utóbbi. Vagy bérlemény, vagy pedig saját lakás. Ez az utóbbi, tehát mindig ugyanaz a lány van, és változó férfi körrel dolgozik. Száradoz oknikkal a fregorén a fürdőszobában. Nem nagyon vagy hívják konkrét, ezt kérdezném, hogy honnan tudod. Külön a vendégeknek, külön a tulajna. Nagyon rutinos vagy. Külön túlsfürdő a tulajnak, külön túlsfürdő a vendégeknek. Többféle túlsfürdő, hogy otthon ne legyen gyanús, hogy mással tusoltál, más túlsfürdővel. Kedves szállni a kép, csak hallgass minket. Ti nagyon rutinosan nyomjátok ezt a dolgot. Minden tudunk a szakmáról, de csak számítógépen. Búvóhely, mi ismerem az ilyet. 3-5 ezer forintért, igen, kiadó. És a néni kiabál. Uh-huh. És a néni nagyon kiabál. Egyrészt szomszéd nem lennék, tehát ha belegondolsz abba, hogy ezt gondold el. Azt valaki most minden nap hallgatja. Azt az ingatlan csak éjszaka tudod eladni. Sehát. Mikor a néni csendben van. Hát éjfélig azért, ahogy én megnéztem, ott üzem van. Feltéve, megtekintés éjfél és kettő között, amikor csend van. Igen. Feltéve, hogyha a szomszédok és nem ugyanabban a kazba tartoznak, amiben. De igen, menj már oda és vedd már föl. Menj már el egyszer a lakás elé. Hát menjek be a lakásba. Na, hát most hát ezt a lelkerovadba, ezt a béka szerintem megértené. Hogy így van. Ez igaz. Oknyomozó újságíróként. Érted, merülj mélyre a pokol, legmélyebb úgy rába. Így mennék be. Halló, szia, nem mutathatom az arcom. Gondold, de van egy ilyen szomszédod. De tényleg gondold bele, hogy van egy ilyen szomszéd, és a néni üveghangon visít reggel 8-tól este 11-ig. Hangosan kiabálja magát egyébként. És ugye hát a lakógyűlése nem biztos, hogy elmegy, ahol felszólítanák, hogy legyen szíves a decibelből egy kicsit visszavenni. Vagy például, ha a szomszéd vagy, akkor abba belegondoltál, hogy ott emberek járnak ki beállandóan? Mert az ügyfél az marad egy fél órácskára, 5000 egész óra 10, de hogy... nagyon tudod ezeket. Ki nem tudja, adjad már. Na, és akkor kibe, ott állandóan járkálnak. Hát ez a technikai része volt, amit felvázoltál. Igen, és mit mondasz tényleg ilyenkor a gyereknek? Mert a gyerek ugye nem ilyen intelligens gyerek. Gondolom a gyerek kiragótok. Szörnyű ez a világ. Hát ott állsz te is minden nap, hallgatod, mehetnél más úton is, de minden nap ott vagy a gyerekkel, aki hát a fagyit. És azt mondod, Soma. Hát és a gyerekkel vannak kérdései.
Fogd be a fület. Anya, elmegyünk fagyizni. Hogy, de érdekes, hogy a bácsi ugyanezt a filmet nézi, amit te szoktál lefekvés után, apa. Tudjuk, melyik utca ez? Legalább egy utcát mondja ki éhezett férfi hallgatóra. Gömb. Gömbben ordít a néni? Gömb. De mondom az egész kerület, mert egy nagyon komoly kutató munkát végeztem, hogy hogy áll a kerületünk, és nagyon jól áll a kerület, nagyon szépen el vagyunk látva. Már a kutató munka megnéztél ilyen típusú hirdetéseket, hogy hol várják a kiéhezett férfiakat, és mindig a 13. kerület jött ki? Igen, hogy nagyon sok a 13. Hogy sok a szerelmes arra. Sokan vágyják a szerelmet, de a Gömb utca egy ilyen gyönyörű kiemelt kerület, vagy egy kiemelt utca. És ott a felénk eső része, ezt már nem mondom, hogy melyik a felénk eső. És hogy sétálsz a gyereke, elhal a kiabálás, majd beérsz egy másik kapu alá, ott már megint kiabál valaki, tehát ott végig ordítják az utcát folyamatosan? Nem, egy olyan hölgy van, aki nagyon aktív, őt valószínűleg sokan megkeresik, és nagyon szereti ezt a, tehát ő rajong a munkájáért, egy ilyen van, de már máshonnan is hallottam. Meg az a bizonyos óvistársunk, akinél szinte az egész lépcsőház ezzel foglalkozik, üzemszerűen ő is szokta mesélni. Gondolj bele tényleg kicsit, játszunk el a gondolaton, hogy ő mondjuk a szomszédod. Te ott vagy a feleségedet, tudod, hogy mi történik a másik lakásban, tényleg, ha nagyon-nagyon ordít, ugye még te is rágyújtasz, hogy szokták mondani, hogy ez biztos óriási, majd én is elszívok egy cácikit, mert ez nagyon nagy. De képzeld el, aki mondjuk gyerekkel lakik egy ilyen nő mellett, tényleg, mert az, hogy a gyerek hallja az ablak alatt, persze, hát egyszer mit mondasz neki, valahogy megpróbálod megmagyarázni. De amikor minden nap úgy mész fel a lakásodba, minden nap úgy mész be a lakásodba, vagy a másik lakásban üzemszerűen ordít a nő, mert melózik, ugye? Leadj, eszély, egyéb művészeti tevékenység, 92 pont, nem tudom, érted le a számlátad róla. Akkor mit csinálsz? Elköltözöl? Vagy átkopogsz és megbeszéled a nénivel, hogy halkabban műsorozzon? Nem tudod beperelni se? 10-től este 6-ig, ez még csak nem is csendháborítás. Nem tudsz mit csinálni. Bekapogsz és megkérdez, hogy egy picit halkabban. Vagy pedig, hogy vannak már nagyon jó hangszigetelő rendszerek, esetleg lássa már el a falat azzal. Na jó, de hogy dilleled le? Kicsim, átmegyek szólni, megbeszélem a nénivel, hogy halka van. Be! Majd együtt vagy sehogy! Majd én átmegyek! Átmegyek! Vagy és képzel, hogy csendesen eszik a vacsorájukat, tudod? Hát egymásra eszünk, és mondja, te miért nem mondtál nekem ilyeneket soha? Fogd be a szádat is, egyél! Ki fog ülni a lábás? Képzeld, hogy hány konfliktus van ebből, amikor a mama és a papa vagy, tényleg két ember vacsorázik, és a néni azt mondja, hogy Úristen, te buzogány, te. Ült a nő, és így ül a pasi, és a nő, és a nő mondja, hogy te sosem mondasz, vagy a pasi, és sosem mondasz. Vagy, igen, sosem mondasz nekem ilyet, miért nem mondasz ilyet? És közben a nő, miközben eszed a zapkásába, vagy a spárga krémlevesedet, a szomszédod 0-24-ben üvölt. Tehát azért gondolj bele, hogy ez milyen élethelyzet. És tényleg ott ültök a gyerekekkel, megfogjátok egymás kezét. Hát egy darabig fölhangosítod a tévét. Hogy nem nagyon tudsz tényleg mit csinálni. Állítólag az a jel, hogy onnan tudod, hogy egy olyan lakás üzemel mellett, hogy sok törölköző szárad kint. Ezt nekem egyszer mondta valaki, de nem tudom, mi ez mit jelent. Akkor ezt megnézem. Ez milyen az, a nekem egyszer mondta valaki, mi? Sok a törölköző. Érdekes, hogy mindannyian nagyon vágjuk ezt a témát. De nem, hogy sok a törölköző kint. Aha. Sok a törölköző kint. Miért sok a törölköző? Tehát, hogy már az ötödik törölköző szárad? Persze, hát cserélik. Tehát, hogy mindig van. Ki kell friss tűrcsit kapsz? Tessék? Friss a törölköző? De én csak sajáttal megyek. Biztosan. Igen. Gyerekek, a tusfürdőmet, fog kefe, fog krém. Hát már van olyan oldal, megdöbbentem, egy szörnyű ez a videó. Hogy mesélték, ugye? Szörnyű, tényleg. Ha már én mesélik, akik hadszérnek, hogy van olyan oldal. De velük már szakított, nem is jártuk össze. Nem, én erkölcsi fertőben nem veszek részt. Egyszerűen vagyok hajlandó részt venni. Ahol te már el tudod olvasni, hogy mi vár ott. Hogy értékelik. Nem mondod! Hát hol gyerekek, egy bizonyos kor után már egy ilyen beszámolót elolvasni is. Azt gondolod, hogy szinte már ott vagy. Szinte már ott vagy. De hogy ugye vannak ilyen oldalak, ahol egészen pontosan, precízen leírják, hogy belépsz, balra van a fürdőszoba, ha jobb oldali polcot kihúzott, háromfajta tusfürdő közül választhat, egyébként a törölköző tiszta volt, a kád közepe egy kicsit le van kopva, ez ugye még maga a körülírása a történetnek, majd pedig jön maga a beszámoló, amikor elolvashatod, hogy és utána pontozhatod az illetőt. Hát lehet, hogy ezt a lányt, aki nálad ordít, és ezt üzemszerűen valahogy mindig arra mész hazafelé, akkor ugye a fáját, ha nincs ott egy másik utca, le tudod osztályozni.
Hát, és adják hogy milyen volt a fogadtatás, hogy milyen volt a lakás, hogy hogy nézett ki. Tehát ez nagyon profi működik. Nem tudod, hogy vagytok vele, de én imádom a szociográfiát. Nekem nem, magában nem imádod, neked már ez marad. Hát, mert akkor, hogy például lakás, nyugodtan beszélsz többes száma, nekünk ez jutott. Akkor, ha lakást akarsz venni, ha lakást akarsz venni valahol, akkor ezen az oldalon meg kell keresni azt az utcát. Érdemes. Hogy érdemes-e, vagy hogy nem érdemes oda költözni, mert ott van, amit tudom kiderüljön. Én a bővérű Julika, aki nagyon sikít. És akkor már tudod, hogy nem most akarsz én nem teljesen ilyen beszámolóra gondoltam, hogy leírják neked a bővérű Julikát, hanem bővérű Julika után, ha te ott voltál bővérű Julikánál, hívjuk így, ez jobb bővérű Julikánál, akkor te leírhatod a te beszámolódat bővérű Julikáról. Na, de ha sokan voltak nála, és mindenki leírja, hogy bővérű Julika lakása remek, van ötféle tusoló, tiszta, akármicsoda, és egy kicsit... Ötféle tusoló van, akkor nagyon jó vagy neki. Tehát az már ötféle tusfürdő. És egyféle tusfürdő. Egyféle tusfürdő. Forrozóany, törökfürdő, szauna, gőz, merülőmedence, azt mondja, ott Julika nagyon tud. Ott Julika nagyon, nagyon profin végzi a dolgot. Ha most belegondolsz, reggel 10-től este 10-ig dolgozik, azért ott van bevétel, nagy baj nincs, és azt írják le az értékelők, hogy Julika nagyon sikítós, tudod, hogy nem akarsz oda költözni. Igen. Amikor ide valaki, hogy hű, szólok az asszonynak, szedje be a törcsét az egyet. Nehogy összekeverjék. Valaki most kapcsolatban is azt hallott, hogy bővéri Julika. Akkor szegény Julika. 13-ban lakom, a 13-ban lakom, soha többet nem teregetlek. De miért van az a férfi, aki egyébként mielőtt elmegy és igénybe vesz egy ilyen szolgáltatást, előtte elolvassa ezt a portált, tudni hogy nincs. Meg... hogy megnézd, hogy ott mi vár? Tehát ez a kicsit félek tőle, azért elolvasom előtte, hogy ne csalódjak, vagy hogy ne legyen kidobott pénz, nyilván, hát, nem? Hát figyeljetek, én most például szeretnék egy sövényvágót venni. Aha. Messziről indítok, de én azért elolvastam egy pár cikket a sövényvágókkal kapcsolatban, illetve megnéztem, hogy árérték arányban melyik a legjobb sövényvágó. Mm. Tehát ha te például el akarsz menni sövényvágóért, érted? A 13. kerületben, mert hogy már nagyon burjánzik a sövény, akkor szerintem te egy olyan sövényvágót vegyél, amiről már sokan írták, hogy egy jó működő sövényvágó, te Balázs. Aha, vagy sövény. Hát vagy sövény. Érted? Érted, hogyha sövényt akarsz, akkor... Bizony. Igen. És ilyenkor miért nem megy a nap próba vásárolni? Sövényt venni? Szerintem vettek már. Szerintem mennek. Ha ennyire ordít Julika a bővérű, akkor miért nincs ott egy próbavásárlás, nem? Nem, nem, ennyire az meg vagy állnak kettőt, honnan jön a hang, honnan jön a hang, nem ennyire oda, én megyek oda, nem. Szóval, hogy igen, ha te sövényt vásárolsz, megnézed, akkor más is megnézed. Figyelj, szerintem, nézzük egy-két értékelés közben találtam. Hallott például egy országos kereskedelmi rádióban, hogy van egy olyan utca a 13. kerületben, ahol nagyon búrjánzik a sövény, aha, és te mondjuk a NAV-nál dolgozol, szerintem előbb-utóbb te is oda mész tesztelni. Te tudtad, hogy van ilyen, ahol értékelhetik őket? Tudtad? Fogalmam. Nem volt? Nincs fogalmam. Fia! Keressünk csak rá! Na mondom, fia, kapcsolatfelvétel. Így szól az értékelések, mutatom. Telefonon könnyen ment. Aha. Tehát ez már egy fontos dolog, hogy elérted, felvette. Lakás. Tiszta, egyszerű, belvárosi lakás, célnak megfelel. Írja egyébként a jellemzés. Dóri nagyon kedves. Dóri nagyon kedves. Figyelmes. Próbál az ember kedvére tenni. De mivel? Kávéval, üdítővel kínál? Nem, tusfürdővel. Tusfürdővel. De hogy ez már az a nagyon kedves és figyelmes, az ne, már csak magán... Nem kell, tudod, csak én. Csak hogy kapcsolatfelvétel egy másik ilyen. Illetve lakás. A ház klasszikus belvárosi. Fontos, ugye, hogy hova mész? Milyen interjőr, milyen környezet? Hát mi van ott? Nem mindegy. A lakás teljesen rendben van. Meghitt környezetet biztosít? Nagyon jó, kellemes világítás. Miért írja bele valaki a világítást egyébként? Az fontos a világítás? Kellemes világítás. Amikor én voltam, figyeld, csak mi ketten voltunk a lakásban. Hogy azért ez egy pozitívum? Gondolj bele! Te volt a Marika, aki takarít, Lajos, aki fest, így van. Józsi, aki éppen még veszi a hátizsákját, és útnak indul, és kap még egy csókot az asszonykáját, csak ők ketten voltak. Ezső bácsi a klotyón, aki anyád új élettársa. És aznap éjszakás. Nagyon-nagyon elsegény. Kapcsolatfelvétel, reggel hívtam, és másfél óra múlva már ott is voltam, tehát simán ment. Ő volt a képekem, de élőben sokkal szebb, írja valaki. Nagyon jók ezek a... Igen, vannak más típusú jellemzések, azokat nem olvastam. Azok nem olvastatok, a kapcsolatfelvétel. Csak kapcsolatfelvétel, lakás, külső hozzáállás és elégedettség és ajánlás. Aha.
És képek azért is az miért, hogy nagyon elégedett voltam. Vagyok, ajánlom mindenkinek. Tehát, hogy azért... Hát, tök jó. Hát most itt legyél, ezek, te azért ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon. Az összhatást a lépcsőházban söprögető néni sem tudta elrontani, aki a hátam mögött annyit mondott, rohadt strici. Igen. Parkolás egy picit nehézkes. Parkolóház van egy sarokra, térítés ellenében. Nem, hogy már ez is benne van. Hogy fürdő, a célnak megfelelő, sokféle túlfürdővel. Aha. Tehát, hogy nem kell tulajdonképpen vinned magaddal. És akkor elolvasod ezt a jellemzést. Na mindegy, én azt tanácsolom neked, Feri, hogy ne menj arra a gyerekkel. Jó, így van. Jó, viszont te, egyedül igen. De te, teszt a lelke rovatban, mutass nekünk felvételt. Már úgy ért, hogy elmész és megfogod a telefonot. Elnézést, aranyom, én csak felvenném ki a vajon már. Tehát mutasd meg, hogy mit csinál. Gyűjts ki néhány címet az internetről, nyílászáró sokét, aha, és dobáld be a postaládába, hát ha veszik a lapot. A reklámot köszönöm, fiúk, Bővéri Juli írta ezt nekünk. Szívesen. Bali, ezt a témát jobban vágod, mint a húzózkodó vásárlást. Igen. Pedig ezzel is nagyon tett zakózni ám otthon. Jani, neked nincs is sövényednek a múzeum. Írja valaki. Jaj, gyerekek. Jaj, most be kell dobnom 100. Így, egységként, igen. Szörnyű, hogy mik van. Valaki azt írja, hogy ez az oldal a kuruc info. Na jó. Így van. Na jó, van. 8:30 pontosan 2 percen. 3-as ugrásra lehet jelentkezni. Ha valaki játszana velünk, akkor tegye meg egészen nyugodtan, hogy ír nekünk SMS-t. Jó, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk. Ákos hírei után. 3:40 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sokan játékra jelentkeznek, nem sokára hívunk valakit, mert hogy 3-as ugrás játszunk mindjárt. Bakcsomópont Astoria, kb. 40 perc, senkinek sem kíván tortúra, aki tud kerüljön, ezt Jani küldte nekünk, és az is SMS-ben jött, hogy a Hegyalja út Fehér Híd teljesen beállt, nem moccan. Hegyalja út Fehér Híd. Fehér, most raktam ezt. Nagyon nagy duma. Hegyalja út Fehér Híd. Nagyon nagy duma. A nap dumája. Hegyalja út Fehér Híd. Teljesen be nem moccan. Kaptuk SMS-be. Köszönjük. Csorna 85-ös Kapuvár felé. Trafi, úgyhogy ott is vigyázzatok, valamint Trafi az M3-as Budapest felé vezető oldalán, a Polgári MOL kútnál Sunyiban a segélykérő telefon tövéből, ezt Szipka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt, hogy utálom, amikor ilyen sunyin elbújnak, nincs baj, hogy trafiznak, ez a dolguk, meg kell is, tehát ez tényleg semmi baj. Nem, amikor ilyen nagyon-nagyon elbújnak, nem? A sövény mögé kirakja a kamerát, hátrébb a rendőrautót, és ő közben valahol lesben áll. Srácok, most érted, ilyen idő volt, esett, kisütött a nap, berobbant a sövény. Régebben azon át lehetett látni. Érted? Igen. Na, akarok nektek mutatni valamit. Egy nagyon helyes dolgot találtam az interneten. Szeretem, amikor valakinek kicsit így elborul az agya, és valami olyat csinál, amit megszokott dolgot kicsit más megvilágításba helyez. Lehet, hogy ti is láttátok, hogy van egy Szilágyi Csenge nevezett színész Csajszi, aki eldöntötte, hogy milyen jól szól az, ha egy-egy dal szöveget ő elmond valahogy máshogy, méghozzá versben előadja. És kiválasztott egy verset, és azt szeretném megmutatni ezzel, hogy a teljesen értelmetlen dalszövegek is még jól tudnak szólni versben. És ő felmondott egy verset a YouTube-ra, rengetegen megnézték egyébként. Mármint dalszöveget. Dalszöveget, aha, így van, felmondott versként, és ez megtekinthető a YouTube-on. És azért is érdekes, mert hogy kicsit van egy olyan vonzata is, vagy vonatkozása a dolognak, hogy mi is sokat foglalkozunk magával az előadóval, és a verssel is. De nem mondom meg, hogy ez melyik vers, vagy melyik dalszöveg, meg fogjátok ismerni. Azon gondolkozom, hogy én mit csinálnék meg. Hogy te mit csinálnál meg szívesen? Hogy melyik dalszöveget mondanám így föl. Mi lehet az? Jól kell választani, és szerintem olyat, ami értelmetlennek tűnik dalszövegben, de aha, mégis versben elmondva tudsz neki értelmet adni, és úgy tudsz csinálni, mintha valami nagyon nagy dolgot mondanál. Tehát, mintha valami olyat szavalnál, hogy úristen, tényleg, tehát, mint a József Attila óda, és most annyira el kell mondanod, hogy nagyon el kell mondani. Iminimi. Aha. Szemimi. Például. Juvapcsú. Aminimi. Jó, mondjuk ez három ember nem tudja elmondani egyformán, tehát egyébként ez nem rossz. Na, ezer hold és némi csillag. Minden csillag. Mindent jön. Mutatom, hogy Csenge mit választ, hogy hallgassatok bele, szenzációs a dolog. Jó, már hát ne. Igen. Kocsor Zsolt. Szomorú szamuráj. Inniko, mannanniko, mannana herej. Herej.
Mannanno, mannanniko, ini kohely. Imádom az ilyen beteg dolgokat. Imádlak, szomorú szamuráj. Csak harcolj értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Beteg. Földön. De jó. Igen. Hol volt, hol nem volt, élt egy szamuráj. Igazi mesemondó nagy király. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Egy mágustól lestem. Festem a testet. Na, ezt nem hiszem. Nyerő az erő, míg az ész felemelő. Ez egy dalszöveg. Agyam alatt az alapizmom, ha dagad, abból fakad minden baj, ha egyszer elapad. Hogy? Apropó, én nem vagyok naplopó. Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem, ha muszáj, hívjatok úgy, szomorú szamuráj. Gyerekek, jó a vers. Jó, én nem, aha, ahogy előadja, ahogy a dalszöveg rossz. Tehát, szerintem színésznő jó. Jó a színésznő, jó a csönd. Harcolj értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Mert nem az a vagány, kinek földig ér a lába, és a háta közepén kinőtt a szárny. Mi ez? Vagy fél lábbal, fel lábbal, minden földhányásra, a csomolunk mára. Emlékszem. Na de nem egészen. Volt, amikor legyőztem egy sereget éppen, és a hétfejű sárkányt úgy széttéptem, kifizették rögtön. Készpénzben. Hát nagyon jó. Emlékszel, hogy ez egy ilyen dalszöveg? De most így, ez egy letisztultam. Szomorú szamuráj. Csak harcolj értem. Mindjárt sír. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Hát gyerekek, hát ez a gyerekek. Hát ez gyönyörű. Hát egy gyönyörű, tehát így elmondani egy totálisan értelmetlen dalszöveget egyébként zseniális. De megvan, hogy maga a dalszöveg egyébként valójában mennyire... Én nem is emlékeztem, hogy ez ennyire értelmetlen. Az egy végighallgató, és így basszus, így rájössz, hogy Kozsó mindent összelapátolt, ami az eszébe jut. Tehát, hogy ebben minden van. A hátadon kinövő szárny, a készpénzen kifizetett seregvészállás, minden, igen. Nem lehet, hogy ez versnek indult annak idején. Na. Semmiféle kép. Imádom. Csengét egyébként meg akartuk szólaltatni, azt mondta, hogy ez egyszer csinálta, nem csinálta, mert köszönni szépen, megértjük. Nem akar megszólalni. Szerettünk volna neki egyébként egy következőt adni, hogy találunk egy jó dalszöveget, tényleg, de valami nagyon-nagyon elborultat, tehát akár egy Akela dalszöveget, egy Tankcsapdát, egy Kaszatibit, egy Krisztály, és szavalja el nekünk. Ezek közül azért némelyiknek van értelme. Na jó, azért az Akela, Hiroshima atombomba, imádkoznak Esztergomba, azért, tehát, hogy van ilyen? Egy Akela szöveg, igen. Tehát, hogy persze van jó Akela szöveg, de hogy a Tankcsapdánál azért azt gondolom, hogy ott értelem a Lukács, persze, igen. A Lukács ad neki értelmet. Szerintem jól. Találnánk olyan fiatal színészt, akivel felránthatnánk valami. Valami örökbecsüt. Találjunk egy dal. Nagy klasszikus. Mi legyen a dal? Írjanak nekünk a hallgatók, hogy melyik dalnak állna jól, ha elszabalnák versben, és aztán találunk vagy ismert színészt, vagy kevésbé ismert színészt. Én nagyon szívesen megnézném ezt a Csonkától is egyébként, nagyon szívesen megnézném ezt a Szabó Győzőtől is, a Stoltól is szívesen megnéznék egyet. Ő Csonka Bandival a ding-dinget mondatná. A sajátját. Bandikám, ez a büntetésed, a sajátot kell most dalban elszavalnod, vagy versben, hogy ezt ránk szabadítottad. Hogy írjatok nekünk, drága hallgatók, olyan jó dalszöveget, amit ismertek, és ami furán, de mégis klasszul szólhat versben, és mi találunk rá egy színészt, hogy ez most ismeretlen, ezt kitaláljuk, aki elszavalja azt a dalszöveget, amire a legtöbb szavazat jött. Bármit írhatok tényleg, ami eszetekbe jut, és ami jó dal. De a szöveg az mondjuk versben is megállná a helyét. Én a Kulkát imádom. És tök jó lenne, hogyha meghallgatnak tőle bármelyik Happy Ganget. Nem tudom, hogy a Kulka rávehető erre. Igen, lopják a Jackie-met.
Figyelj, vigyázz, a Happy Gangben jó vagyok. Hallod. Tehát, hogy érted. Vagy egy jó Csóvi Jasper. Csóvi Jasper. Úristen, és valami nagyon nagy színésztől, de valami óriási színésztől. Lehet, a Kulka is rávehető egyébként erre. Megkeresük őket, jó? Csak kell egy dalszöveg, amiről ti eldöntitek, hogy oké, legyen ez, kimondjuk, hogy erre nagyon sok jött, és akkor megkeresünk mi színészeket, és valakinek odaadjuk. Aki elvállalja, nyilván van, aki fogja vállalni, van, aki elküld minket, hogy nem, köszöni, ezt nem. A hétvégén majd felmegyünk a hétvégén. Egy jó hip-hop boys például? Hát az de jó lenne. Mi van még ebbe, ezt ragadom, a fejből? Nem tudom, hogy az a ragadom, fekszem már, sikálom a csajt, fekszem a földön, ez az, nem tudom. Na mindegy, jó, találunk jót. Jó, írjatok nekünk ötleteket, hogy mit lehetne még elszavalni, és mi keresünk egy színészt, akivel elmondatjuk. Jó. Írd fel a számát a Cserhalminak, vagy a Bodroginak, ha ír, vagy hív minket, Anna. Figyelj, a jó arcok bevállalják egyébként. Vézolika emlékére a Balatot lehetne egyébként elszavaltatni. Ó, az is igen. Igen, írják már nagyon sokan. Jó, már most jönnek az ötletek. Jó, a héten még visszatérünk rá. 10-ig nyugodtan írjatok nekünk értelmetlen, fura, vagy éppen nagyon jól szóló dalszöveget, mi pedig megtaláljuk a színészt, és kiválasztjuk azt az egy dalt. Berecki Zoli hangokba zárva, ne, azt nem. Azért tényleg mindennek partnára. Jó, várjuk az SMS-eket, most pedig játszunk. Hármas ugrást, már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, sziasztok! Szia! Hello, ki vagy? Fóka bácsi vagyok. Fóka bácsi? Magam, egy jószélesi mencseiről, csak most éppen Pesten vagyok, mielőtt még kérdeznétek. Ezt az alkatodról kaptad a neved, vagy a szakmádról? Inkább a hobbimról. Fóka a hobbid? Nem fóka a hobbim, hanem a labdát meg tudom tartani a fejemen. Focisztom, mennyi focizok is közbekezdve. Ja, a labdát meg tudod tartani a fejeden. Az lesz az. De jól is focizol, vagy ha már nem tudsz gólokat rúgni, akkor amikor térfelet cseréltek, akkor fölrakod a fejedbe, és akkor megmutatod a többieknek, hogy ez jól megy. Hát, valamennyire focizni is tudok. Na, az jó. Kis pályán játszotok, hogy hol? Nem, nagy pályán, csak a legutolsó osztályban, de attól még van ott jóféle futball. Úgyhogy... Jó, az persze, meg a sport számít nyilván. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát szerintem vihető. Vihető? Vihető. Na, tessék? Könnyek legyenek, 20-án lesz, úgyhogy legyetek rá tekintettel. Mikor lesz? 20-án. Na, hát sok boldogságot. Remélem, előre is. Így szól az első kérdés. Melyik országban található a műemlékeiről híres Szakkara? Na? Gyerekek, Szakkara? Várok a kollégákra. Ajjaj, kicsit csúszik, ami interneten hallgatok bennünket? Igen, csúszik egy picit az adás. Mondjuk ott még a Mariról beszélgetünk, aki kiabál a Gömb utcában. Egyiptom? Egyiptom, így van. Nagyon jó. Ne várd meg akkor a hangot, mert nagyon lassú lesz. Próbálj inkább, te próbáld elmondani a kérdést, jó? Jó, próbáld ezt, jó. Így szól a második. Hol található a sertés testén a karaj? Hol található a sertés testén a karaj? De gyönyörű kérdés, te Jézus! Karaj, hol van a sertés testén? Hátán. Hátán? Így van! Oh. A hátán. Azaz. Igen, ezt Ferinek dedikáltam, ezt a kérdést. Mi legyen a harmadik kérdésem? Hát, megrosszabb a sebbe is gumbozunk, úgyhogy megyünk. Nincs mese. Így szól a harmadik kérdés. Mi volt az egyetlen mesterség, amihez a bábfilmhős Megmester valójában értett? Mi volt az egyetlen mesterség, amihez Megmester értett? Ezer mester volt Megmester. Nem. Igen. Egy szakma volt, amihez értett. Egy szakma, gyerekek. Ezt nem tudjátok? Én sem, úgyhogy... Nem. Mindenkit lecseszett, jó volt. Szabó volt. Ugye ez volt a lényeg az egésznek, hogy azt állította magához, mindenhez ért, és aztán kiderült, hogy semmihez nem ért. Viszont az utolsó részben kiderült, hogy Szabónak jó. Igen. Na jó, mást is tudjuk. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Boom! Ez ilyen. Nem. Ez egy hidehagyott, szomorú, erőtlen, gyenge bum volt, úgyhogy... Micsoda, pedig mindent beleadtam. Tényleg? Nem jött át. Nem jött át. Mesteri, passzoltam! Igen. Gábor, köszi a játékot, csáó, vigyázzatok magatokra. Köszi szépen, sok boldogság. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre.
picit már az elején is úgy éreztem, hogy itt a bummazásra hajtanak. Igen. Kicsit elresztették a harmadikat. De ugye, hogy erőtlen volt? Az. Ugye, hogy hát, boom, mennyi nem volt? 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. 9 óra múlt, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, folytatjuk a Morning Show-t itt a Klasszon, és dőlnek az ötletek, hogy ki mit mondjon el. Ugye meghallgattuk a Szomorú Szamuráj című dalt, és hát szenzációs volt, ugye versben előadva. És arra kértük hallgatóinkat, hogy csinálunk ennek egy folytatást, küldjék el, hogy melyik dalszöveget hallgatnák meg szívesen versben, és találunk aztán erre egy színész. Nyilván, aki vállalja, páran biztos elküldenek bennünket, hogy nem, hát ez degradáló, és ilyet ők nem csinálnak, de talán lesznek egyen-ketten, akik azért jó fejek és elvállalják, és felmondatjuk velük azt a dalt, amire a legtöbb szavazat érkezett. Pedig szerintem pont nagy feladat megcsinálni jól. Azt, tehát, hogy ez pont komoly színészi meló, hogy egy ilyenből, már hogy érted, egy ilyen nagyszerű műből még nagyszerűbbet tud csinálni. Persze, persze. Azt szokták oldani egyébként, hogy az igazán jó dalszövegek, azok versként is működnek, és akkor mi most meghallgattuk ugye a Szomorú Szamuráj. És de működik versként. Akkor igazán. Igen, 87-es út Vasszécsény belterületén mér a hatóság Laci küldte nekünk. 6 kilométeres a sor Miskolc felé az új M0-áson, méghozzá a Vecsési kihajtónál kamionos Ede küldte el. Köszönjük szépen. Gyerekek, ami a Margit körúton ma van, a Szél Kálmán tér felé, az egy rémálom, 50 perce itt araszolok. Aztán trafi a 71-es főúton, Balaton-Almádiban a benzinkútnál, Csilla küldte nekünk, az 50-es villamos kisiklott a végállomásnál, Lőrinctől busz jár a Szarvas csárdáig, ezt Zoli küldte. Csorna, 85-ös út Kapufár felé van egy trafi, Totesz küldte nekünk, és a Gömb utca 13. kerületben forgalmi dugó alakult ki. Ugye? Tessék. Hol van? A Gömb utca, majd mondtam. Nem, ez az SMS, ez engem is érintett, ja. Hazafelé menet, a fele egye meg. Már az 50-es villamos? Az, az. Ja. Nem baj, meg a kökiről megyek, akkor a Szarvasig. Mindenki más is tegyen így. Hát igen. Meg kösz, Feri. Most tereget az asszony, átszóltak neki az építkezésről. Ez még ugye az előző fél. Azt nem én mondtam a teregetőt, azt Jani tudta a tutit. Na, talán SMS-ben küldték, igen, hogy a sok törölközött. A sok törölközött. Na, csak mondom, hogy ki vezet eddig egyébként a versben, tehát hogy milyen ötletek jönnek. Nagyon jól áll a Well Hello, tehát őket imádják. Aztán nagyon sokan küldték el nekünk a Zsófika a Rágógumi dalát. Azt nem tudtam, gyerekek, hogy ez ennyire bárgyú ez a dal. Az valami fantasztikus. Ti tudtátok, hogy annak miről szól a szövege egyébként? Én annak idején hallottam. Hát, ugye, önkínzásból? Igen, hát mondták, hogy ez az első dala. Kénytelen voltam meghallani. Az első, és már közben reménykedtél benne, hogy az utolsó. Kis grófolyék állnak még nagyon jól, rengetegen elküldték nekünk, hogy találjunk nekik egy színészt, és őket mondassuk fel, vagy az ő valamelyik dalszövegüket. Azt a Dörner szerintem szívesen felmondom. A Norok, Száj, Kis grófó és Jolly. Úgyhogy... meg se hallottam. Azt mondja, hogy nézem még, hogy ki áll nagyon jól. A Pákónak az Adide a Didit, azt is egyébként elég sokan küldték. Belga Zsolti a Béka Szabó Győzőnek, ajánlották néhányan Tankcsapdát, küldtek a hallgatóink, és igen, Soho Party, miért nincs nyáron hó, Open Stage, Aranka Szavalva, hát gyerekek, minden van. Dögös Robitól a Kaszinó. Dögös Robi? Dögös Robi, igen. Hogy élhetek így 45 évesen, hogy nem tudom, ki Dögös Robi? Hát... szánalmas alak vagyok, mi? Te szeretet fogadjunk. Dögös Robi. Dögös... ki nem szeretne? Dögös Robi kaszinó? Keres a Dögös Robi kaszinó. Nem ismerem. Hogy? Hogy bírok még létezni? Annyi, megvan a... Márjám, Dögös Robi kaszinó, tessék. Remélem nem nyúlunk bele valami nagyon durvában. Nem hallgattunk bele. Hát de állítom! Ja, hát tudod! Most már megvan. Hát ezt ismered! Na most hát már ilyen megtudtad, mert... hogy... Nem. Na, induljon be. Most már tudom, hogy jöhet. Micsoda szociodráma! Kérem szépen!
Na induljon már be, ez az! Nem olyan jó minőség. Király vagy! Zsamó! Jól szól viszont. Nagyon jó. Na, na jó, na, hát őt is ismerhet, ő Dögös Robi, egyébként micsoda nagyon sokan szöveg elküldték, de Jolly és Kis Grófó mellett Dögös Robi is nagyon sok szavazatot micsoda kapott. De hogy ki a szövegeket azért mi is tudnánk írni. Hát én nem gondoltam volna, hogy veled az anyádat is elveszem, 20 évig élt velünk együtt, hogy a sírját verje fel a gond. Értettem. Amíg az énekdallal az volt. Ott is van azért láttam, bármi olyan. Mellettem egyébként a Zsófika rágógumia az nagyon elment, és rengetegen küldik, ti tudtátok, hogy az miről mennyire várjuk? Mit írt? Tessék? Mit írt a Zsófika? Á, Zsófika, hát, Zsófika, VV? Igen. VV Zsófika. VV Zsófika. VV Zsófi volt. Igen. Hát kicsit az nekem elmaradt az... Hát szégyed magad. Hát most azért tényleg. Mondjuk, tudom, hogy... Tényleg szégyed magad. Figyeld, csak hogy milyen mag... Tudtad, hogy ez ennyire várjuk? Szimbolikus a jelentése, tehát nem teljesen arról szól, amiről énekel, nyilván mindenki érteni fogja. Minden napi rágógumi, add meg nekem, uram, annyi féle ízben kérem, hogy nincs is annyi ujjam. Engem nem érdekel csak az, hogy megforrára fújjam. Csáncsogok és kiköpöm, csak a hajamban ne túrjam. Lazulj el. Nem hallgattad meg a Revickitől? Hallod, de. Fiam. Nem, ezt nem bírom. Mi ezzel a baj? Ezt nem bírom. Tessék? De mi ezzel a baj? Szeretett ezt valami. Figyeljetek, a legjobb. Felmész egyik a zeneszöveg.hu. Szövegírók. Keressük a szövegírót. Keressük a szövegírót, keressük a kiadót, keressük a dalszerzőt, mindent keresnek. Igen, mindenki keresi. Ezt senki nem merte felválni. És mondom, hogy még egy valaki nagyon vezet, Johnny Goldot is nagyon sokan. Uh-huh. A Melizmon túl. ez a címe a dalnak. Melizmon túl. Az nagy klasszikus Johnny Goldtól a Melizmon túl. Nála nem tudja az ember, hogy, illetve sejtett, hogy azért van benne egy jó adag irónia is, de hogy én nagyon működik. Abban nincs. Nincs? Szerintem ő azt komolyan csinálja. Na jól van, oké, küldjétek el, jó adás végén összegezzük a szavazatokat, kiválasztunk egyet, amire tényleg sok jött, és akkor keresünk hozzá egy színészt, aztán felmondatjuk, jó? Behívjuk, felmondatjuk, feltöltjük a YouTube-ra, és meg tudjátok nézni. Jó? Jani, te állat, majdnem megfulladtam tökfőzelék felfőzés közben. Jó Istenem, Zsófika szádba adom, így van. Gyerekek, tegnap összefutottam a Pákóval, képzétek el. Na, de miért? Nem hol? Tudom, teljesen véletlenül mentem. A kozmetikusnál. Éppen fazon csináltatott. Igen, én mentem blansolni, persze, igen, mentem egy jó főnözésre. Nem, mentem azon az úton, amilyen autókereskedések mellett vezet el, és az M1, M7 becsatlakozójára tudsz rámenni. Aha. A felüljár alatt rákanyarodsz. És azt láttam, hogy egy fura mozgású, fehér ruhában öltözött, fekete srác áldogál, és így bevillant, hogy ő a Pákó, és így rázta a fenekét. Azonnal visszafordultam, megálltam, és ott volt ő, egy éjjel-nappali előtt mulatta az időt. Fehér ruhában. Fehér ruhában, fehér ruhában, Dumáltuk, megkérdezem, mit csinálsz? Mondja, hogy várom a barátomat. Mondom, ki? A Zolit. Mondom, a bot Zolit? Igen, és hova mentek? Azt nem tudom. És mindezt egyébként fényes. És a bot Zolit is ott volt. Nem, a bot Zolit, ne, hallod, a óriási. Ez egy iszonyú prémium társaság. Hát, már sajnálom, hogy nem volt. Várta ő a bot Zolit egy éjjel-nappal előtt, mulatta az időt néhány jól szituált barátjával egyébként, és mondta, hogy mennek valahova, egyébként a Kosztolányira, vagy a Bartókra, mondom, Pákó, mit csinálod, azt nem tudom. De mondom, állatot mentek befogni? Nem. És egyébként, hogy vagy? És mondta, hogy nincs jól, mert hogy tegnap aranyér műtét. Mondom, jó, álljunk meg. Mondom, nem akarok ennél többet tudni, mondom. Ő egy baba. Igen. Keresetlen őszintességgel rögtön. Keresetlen őszintességgel elmondta, hogy nem tud ülni. De és ezt ott az éjjel-nappal előtt, úgyhogy én csak visszafordultam, hogy köszönök, megkérdezem, hogy nem tud ülni.
sírtunk a rögésről, folyt a könnye, majd elmondta, hogy egyébként 4 napig nem kakilhat. Ekkor már ketten becsatlakoztak még az éjjel-nappali az éjjel-nappali közönségéből, még áldogáltunk ott, és mint egy ilyen jól szituált kis társaság, egy jóféle kis éjjel-nappali előtt, ahol egyébként mérték a perest is azért, ott lehet izolgatni, és élelem, megbeszéltük az élet nagy dolgait. Ugyanis friss briós. Ugyanis friss briós. És megbeszéltük az élet nagy dolgait, hogy milyen most neki. És ő ezt elmondta, hogy hogy kellett felfeküdni arra bizonyos asztalra, hogy miről beszélgetett egyébként a dokival, és hogy mennyire hálás a dokinak, hogy ő vasárnap, mert ugye tegnap találkoztam, és azt mondta, hogy ez tegnap történt, de vasárnap tudott találni egy nagyon jó dokit, aki hirtelen egy ilyen SOS ambulancián őt ellátta. És azt mondta, hogy a doki elmondta, hogy ő ekkorát még nem látott. Mondom, Pákó, jó! Nem akarok hallani a Pákó fenekéről. De közben egyébként a Pali tudod, hogy szórakoztatott, tehát úgy adja elő, hogy egyszerűen nem tudsz nem röhögni. Tehát nem tudsz rajta nem röhögni. Szenzációs. De ez egyébként, amit te most elmondtál, ez a Roncsfilm 2-nek a forgatókönyve. Az ország első számú médiasztárja találkozik a nigéri magyar állampolgár Pákóval, aki egyébként az aranyérműtétéről beszél, és várják az állatbefogó Bozzolit. De egyébként ez annyira szoció, és mindez egy non-stopban. És a Szilágyi is megjelenik tudod, majd. És a Szilágyi. Én azt gondolom, hogy minden nap kell, hogy legyen az életedben egy ilyen szituáció, ami kimozgat kicsit úgy a komfortzónádból, hogy azt hiszed, hogy egy filmet nézel. És mondom, álltam tegnap egy ilyen nagyon lepukkant éjjel-nap Pali mellett egy busz megállóban, ott közben jöttek, bevágtak egyet konyha alá, mentek tovább, és Pákó mesélt egy busz megállóban az éjjel-nappali előtt az ő aranyeléről, és azt hiszem, hogy én ezeket az élethelyzeteket keresem kicsit mindig, ami ugye megszokott dolgokat csinálsz minden nap, hasonló emberekkel beszélsz, hasonló, ugyanoda mész haza, gyerekek várnak, nagyjából kiszámítható. De egy ilyen szituáció felébreszt és kizökkent. Ez egy beremény vagy egy kusturica. Igen, egy kusturica jelenet volt. Itt még azt kellett volna, hogy egy lovaskocsi beletolasson a te kölcsönautódba, és egyébként meg jöjjön egy razzia. Igen, és néhány félmeztelen nő lovon érkezzen meg nagy füstben. És akkor ott minden van. És a homlokzatról leesen egy gipsztukó, és agyon is sem valamelyik hallgatózik. Én kicsit keresem az ilyen helyzeteket tényleg, ami úgy kimozgat egy kicsit a komfortzónádból, és akkor ott közben kicsit belehallgattak a beszélgetésbe, jött egy bácsi, aki közben beleszólt, hogy az aranyeret egyébként nem úgy műtik, ő tovább ment, és élveztem, és mentem a szituációban, menne voltam, és 10-12 percet ezzel én ott nagyon, nagyon jól szórakoztam. Az Instagramon fenn van a közös fotóm, csináltam már egy. Ha már ott voltunk, ezt a dolgot megörökítettem. Én szeretem ezt az embert. Engem ő szórakoztat. Hát, mert nem kellett már melyek adventistákhoz az ebédért. És a bácsi tovább megy. És ebből szerintem egyébként konkrétan filmet lehetne csinálni. Persze, ez egy ezekjelent. Állunk non-stop elő. És mindig jönnek emberek, elmondják a kis Jézusom, látom a fotót. Látod a fotót? Ott vagyok. Jönnek, mennek az emberek, elmondják a kis sztoriukat, bekapcsolódnak a beszélgetésbe, ott veszik fel a fonalat, ahol odaértek, és nagyon jó kis filmet lehetne ebből csinálni. És mindig van a visszatérő szál, a Pákó, hogy és megbűtötték a... Az. Volt a Sas Tamásnak a Presszó című filme, az hasonló, vagy filmje, az egy picit hasonló volt, de az nem volt ennyire roncsfilmes. Csak ilyen tévéműsort csinálnék, ahol ilyen szituációk történnek. Ami az élet, és ami a hétköznap. És képzeld, hogy megjön a Bozzoli, a hátán egy ketreccel, amiben lenne egy aligátor teknős, amit most fogod ki a ráhozhatalom. De kicsit vártam, hogy megérkezik. Igaz, hogy megjött volna, tudod, ilyen talpig iszabba. Érted. Igen, megérkezik közé egy létrával, elkezd felcsatolni, felmegy onnan, lehoz tényleg egy aligátort, két ékszerteknőst, egy gyilkos tarantulát, bevegyünk az éjjel-nappal, iszunk valamit, és egy napot eltöltök velük. És az, hogy ő nem tudja egyébként, hogy hova ment, és ott mit csinálnak majd az Olival, mert neki valahova mennek. Valahova. Hát valahol nem jó így élni. Nyilván hosszú távon nem, de jó. Valahol nem jó, hogy úgy élsz, hogy vársz valakit, de nem tudod, hogy hova mentek, igen. És majd lesz valami a következő percben, és mindig a jelenben vagy. A gyerekek ilyenek. Ők azok, akik sosem a jövőben vagy a múltban, mindig az adott élethelyzetben vannak. Ha fagyér állnak sorba, várja, hogy fagyizhasson, ha játszik az autójával, éppen autózik, ha mesét ígérsz neki, várja, hogy mesét nézhessen, nincs holnap, nincs tegnap. A Pákónál nincs holnap, nincs tegnap. Ha lesz egy könyv, ami a Pákó életéről fog szólni, akkor az lesz, hogy zsákbomacska, fekete Pákó igaz történet. Minden percben, soha nem tudja, hogy mi fog történni, mert minden percben más és más. A magyar shopstop egyébként tényleg kicsit olyan volt, de te szeretem a shopstopot. Na megcsörgetjük, ha már ennyit beszéltünk róla, itt van Pákó Bauni! Jó reggelt! Balázs, jól, mint Feri! Szia! Nyugtass meg!
Hogy már nem a busz megállóban állsz. Nem, gondolta, hogy betelefonálok nektek, mert hallottam, miről beszélgetettek. Igen, közben az Anna integet, hogy itt vagy, én csak el akartam mesélni, de te közben te megérkeztél, igen, hello. Igen, megelőztetek titeket. Hello, hello. Üsz vagy Na, hát figyelj, hát most mi mindig van a halajjelem. Én ezt csak el akartam mesélni, mint egy történet, se az, de nem akartam cizellálni ezt a dolgot. Jani kérdezte, hogy ülsz vagy állsz éppen egyébként? Állok, nem tudok úrni. Nem tudok úrni. Kell egy ilyen kerek árna, aminek Lukas a közepe. Az jó, ülésre. Igen, mert nekem azt mondta a orvos, hogy legalább 4 napig nem kakihatos. Nem szaros. Nem tudja, az hogy első szó, amit használtál, az jó volt, igen. De hogyha vasárnap mentél be a dokihoz, találtál valami ambulanciát, vagy ez valakinek az ismerőse volt, aki egyébként hentes, csak megműtött? Nem, csak megmutott el az aranyheremet, mert ott centi megnőtt. A segedben. Fenék. Te finoman fogalmazzál. És akkor most mit csinálsz? Álva alszol? Nem. Feküdve alszok, de nem a segem, hanem a hasammal. Ja, hogy fekve. Hasammal alszok, és azt mondta a orvos, hogy annyira durvá volt, hogy ezt meg kellett mutatni. Amikor bemettem először, képzelhettek, hogy azt mondta, hogy feküdtek le, letekültem, és valamilyen kitágult vas, és a kéz segítségével így kitágultak a fenekemet, és amikor belenéztem az orvos, azt mondta, Uramisten, ezt azonnal le kell vágnunk. És az kiderült, hogy ti tegnap hova mentetek a bot Zolival? Tehát az végülis megtudtad, hogy hol ment tegnap, nem igen, tudtad, amikor... Igen, odámentem a Zolihoz, hogy a Zoli ígért nekem, hogy elkísér engem az orvoshoz, aztán el kellett mennem tovább valamerre, ahol van ilyen megbeszélésük. De utána miután mi találkoztunk, Balázs, rá úgy persze meg is jött. Meg is jött a Zoli a helyszínre, ott a kocsmá elé. Hát egy ilyen éjjel-nappali kocsma, nem tudtam hova tenni a helyet, igen, de nagyon szerettem, hogy pont veled találkozom. Abszolút. Csak elkísért, és kaptam tegnap az orvostól egy ilyen aranyél kezelésre, ez ilyen végbe kenos, azt mondta minden, rá kell kennem minden, egy nap alatt háromszor a seglukomban. Na jó, Páko, múcsúzunk. Az a baj, hogy nincsenek szinonimái, és te egy ösztönös állat vagy, az a baj, hogy veled, mert egy időzített bomba vagy. Tehát, hogy veled... Nem ez a legnagyobb baj, hogy külföldi vagy. Ezzel még semmi baj nem lenne, hogy te külföldi vagy. Jó, mamma, itt azért fellépni mész hétvégén? Igen, most megyek, igen. Eddig is volt fellépésem, Már mit köszönsz? A fellépést. Azok az emberek, aki rám gondolta, és eljön a fellépés, és akkor most nem volt hétvégén, de most is megyek. Hát mivel mindenki tudja, most rá, hogy nyári szünet van, rengeteg rendezvény van, a Pálinkát Fesztivál, a Show Fesztivál, a esküvő, rengeteg esküvő van. Esküvőre is mész egyébként? Tényleg mész esküvőre? Abszolút. Mit csinálsz? Vőfé szerintem. Hát most Balázs, mit csinálsz? Hát énekelek, adibi. Meg hülye kérdés, mit csinálsz? Verset nyilván nem szavaz, de persze. Igen, születés napi bulival hívnak. Szóval, és rengeteg van, imádnak, szeretnek a magyar népet, és én is szeretem a kettést, és az a lényeg benne. Szóval nincs semmi panasz. Nem aggódtunk egyébként. Pákokám, vigyázz magadra. Jó, nagyon szeretem. Ma is ott lesz, ebben ma is arra megyek haza. Igen. Na, akkor még tartod nekem egy képet. Jó, akkor várlak, jó, Balázs. De volt már olyan egyébként, hogy dalszövegedet nem elénekelted, hanem elmondtad? Volt. Na, tegyünk egy kísérletet, jó? Nézzük meg, hogy szólna az Adi, de a Didit, nem te hallottál minket, vagy nem tudom, hogy hallottál-e, 9 előtt egy magyar színész csaj, aki egyébként baromi jó arc, elszavalta a Szomorú Szamuráj című dalt, ugye versben. Zseniálisan tette mindezt. De nem a dallamot énekelte, hanem szavalta. Azért mondom, ilyen cizelláltan csak, hogy értsd.
próbáld meg nem elénekelni, hanem elszavalni a te saját dalodat. Hogy az hogy szólna, hogy kiállnál a színpadra, nincs zene, nem dallamban éneklet, hanem megpróbáld elszavalni. Tudod a szövegét? A szöveg, azt nem tudom, Balázs. Hiszen az ő saját dala. De adidadidi? Na ez, hogy az hogy? Adidadidi. De szavald, ne énekeld szavald. De nem. Adide adidi. Én adidi nem adom. Adide adidi. A szanyád úristenit. Adide adidi. Adidi ó fej. Adide adidi. Adidi kókemi. Adide adidi. Adidi bombájó. A szanyád úristenit. De megoldottad. Egyébként már egészen magas művészi színvonalon. Megoldottad. Ez a vers mindenkinek. Vasárnap este, péntek este. Ez a dicsőség. Nagyon szépen köszönöm. Bárkokkal vigyázz magadra. Ciao. Bauni! 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 Hát, mindig arra helyen van. Tedd le a telót, jó? Szevasz, Pákon, csáv. Hát, itt vagytok még? Jaj. Komolyan mondom, most mit csináljak, ha? Tedd le a telefon. De Balázs, arra helyen van. Na jó, szevasz, Pákon, csáv. Bauni! Bauni! Várj, lehozom. Háhó. Háhó! Óhá! Szevasz, csáó! Ciao. Szia, Rufi! Jó, persze! Báuni! Hát, akkor mondom, ezt nem hiszem el. Ezeket a srácok, annyira imádom őket! Ő nem. Nem. És az elegém az egészben, hogy a dalának a szövegét kb. 3000-szer elnyomta, és nem tudja kétszer ugyanúgy nem volt. Ja, és én nagyon kedvelem őt, teljesen volna. 9:30 múlt, pontosan 5 perc, elmutatjuk a nap legjobb pillanatait mindjárt, ha valakinek van friss közlekedésére, küldje nekünk nyugodtan. Jó, Csongrád és Sánytelek között mérik a gyorshajtók, a Tiguan küldte nekünk, 87-es út, Vasszécsény belterülete mér a hatóság, ezt Laci üzente, és az új nulláson, a Vecsési kihajtónál 6 kilométeres a sor Miskolc felé. Úgyhogy ott is kerüljetek, üzente Ede, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 4 perc van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Még egészen korán reggel kiveséztük a nagy ingatlan átveréseket, mert hogy egy portál összeszedte, hogyha az ember albérletet keres, hogyan és miképpen próbálják átverni, és leírt két nagyon-nagyon népszerű módszert. Az egyik egy magyar módszer volt, a másik egy német módszer talán, hogy verik át az albérletet keresőket, és mi arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy ők mit tapasztaltak, mivel találkoztak, amikor albérletet szerettek volna kivenni. Kaptak bőven az ingatlan közvetítők, azt hiszem. Igen, de hozzátettük, hogy vannak normálisak is, viszont sok a hiéna és sokakat mi nem kedvelünk. Erről beszélgettünk, valamint Feri vázolt egy érdekes problémát, hogy mit csinál akkor az ember, ha valaki hát folyamatosan üvölt az ő szomszédjában, mert hogy nő a legősibb mesterséget végzi, nyitott ajtónál, nyitott ablaknál, miközben fényes nappal te sétálsz az utcán, és kiderült, hogy hát a 13. kerület már egy elkölcsi fertő szinte, emberek gyanútlanul sétálnak a gyermekkel, miközben az ősi mesterséget űző nők világba kürtelik az ő örömüket a páciens kérésére. Ezzel gyakorlatilag Feri összekötötte a két témát, mert hogy nagyon sok lakás megürült rögtön a környéken. Igen. De a dolog valós, így ezt elmondtad, a gyerekkel sétálsz, hogy mit csinálsz ilyenkor, mit mondasz a gyereknek, illetve mi van, ha tényleg valaki ilyen költözik a szomszédodba. Nem? Egyébként mindenre rátértünk a beszélgetés alatt, csak erre nem, hogy mit mondjak a gyereknek. Psst. Igen. A legfontosabb dolog maradt el, viszont minden más megbeszél. Igen. Na mutatjuk, mivel foglalkozunk ma reggel. Azért az szép lenne, nem? Megérkezés hoztam saját török között. Azért az picit erős. De biztosra megy az illető. Hoztam török között, hoztam tusfürdőt. Kókuszos van? Nálam, igen.
Ívkanap hallgatóját, ha mondja, hogy morning show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! A Janiról még azt is el tudom képzelni, hogy saját nőt viszne, hogy valami összeszedje. Igen. Igen, hogy a kaland meglegyen, tehát fizetsz érte, de Mónikával. Természetesen. Jó ötlet. Láttuk a kecot, nagyon szép a panoráma, és igen. Taylor Molo visszajönne. Na, 20 perc is elég. Morning show. Az bizony. Ja. Jó reggel. Hello. Sziasztok. Szia, nem írtad alá, hogy hívnak. Dávid. Hello, Dávid. Dávid, szoktál nekünk SMS-eket küldözgetni témába is, vagy nem mindig csak közlekedést küldesz? Legelső SMS-em volt eddig, sehogy. Komolyan, ez volt a legelső? Igen. Friss hallgató vagy, vagy nem írtál eddig, és ma éreztél? Nem, rendszeresen hallgatlak titeket, de eddig meg nem írtam egyet se. És ma azt mondtad, hogy akkor törjön meg ez a dolog, küldeszed. Aha. Eddig nem volt közölni valója. Most volt, és nézd meg, egyből bejött. Nagyon ügyes, szerettük ügyes. Az SMS-edet, igen. Közlekedési hírt küldő hallgatót ritkán válaszunk naphallgatójának, de tiéd nagyon jó volt. Annyit írtál, Hegyalja út, Fehér híd felé teljesen beállt, nem moccan. Teljesen egyértelmű, ki mondja, amit ki kell, nagyon jó. Dávid, nagyon jó SMS volt. Nem akartad beleírni, vagy nem akartál nagy elbetűt írni, vagy fehér híd rövidebb volt? Vagy... Hát szerintem egyértelmű. Persze, de nagyon szerettük. Igen. Nagyon szerettük. Van egy kaszkis ajándékcsomagod, Dávid. Köszönöm. Akkor még nem is nyertél tőlünk semmit mindez ideig. És a reklámblokkot, ha meghallgatod, ott még kiderül, hogy milyen plusz ajándékaid is vannak még. Rendben van, jó? Köszönöm szépen. Mivel foglalkozol, Dávid? Mit csinálsz? Egy vállalkozásom van, külkereskedelmi. Külkereskedelmi vállalkozás. Jó van. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked a csomagot. Köszönöm. Ciao. Hello. Hello, hello. Nem? Hegyajót Fehér híd felé. A legnagyobb duma. Csabikám, mi újság? Képzeljétek el, hogy folytatódik a Klassz nyár 2015. Hú, az megőrülök. Igen, azt hittem elmarad az idén már. Nem, de eszembe jutott egy dal, és két ember, aki mondhatna. Na, adj ötletet, mindenre bevők vagyunk. Kapa és Pepe. Nem tudom, hogy mások. Ó, hát nagyon jó. Persze, hát a Mucsiék, nem? Igen, és persze. Akár klasszikus duetteket, a Féltelek például. De azért el tudom képzelni, hogy elmondják Dérheni Jégvelet című dalát. Tehát azért az... Egyébként ez egy... Mindig is szerettem, hogy zokni van a lábadon, és akkor ezt így egymásnak így elszavalják. Ez egy nagyon jó ötlet. Ez egy nagyon jó ötlet. Ugye a Mucsi és a Scherer Péter, ugye? Igen, hát ők a Jancsó filmekből két ismert karakter, zseniálisak egyébként. De direkt nem adni neki Gangsta Zolit. Nem, hanem nem, valami lágy. Nem lenne. Ez is jó ötlet. Ez magadtól jött? Nem. A Laura, Laura írt egy... Tényleg a Laura írt? Azonnal hát szerencsés fiú vagy azért, te is a Laura vége. Nem, ez egy tényleg egy túl jó ötlet. Tehát, hogy ez nem, ez jó. Beszéltünk, és mondta, hogy tudom ki a Kapa és a Pepe, mondom, fogalmam sincs. És mondta, hogy nyugodtan mondja be adásba, és nevét nem kell megemlíteni, de hát most már mindegy, megemlítettem. Nekem lámpást adott a kezembe az Úrpesten, az, ha valaki nem látta, tehát kötelező darab. Csabikám, milyen zenék lesznek, remek zenék? És ráadásul hozom nektek a Milk and Sugar, meg van ez a német csapat. De most a csatlakozott hozzájuk a Maria Marquez, hogy legyen ott egy gyönyörű énekes hölgy is. Mit és van nekik ez a Canto del Pion vagy című nagyszerű. De ez tényleg jó. Uh-huh. Ez most nem az újdonságok közül választott, hanem pont azért, mert hogy itt állunk a nyár kapujában, és amit elkezdtem mondani, a Klassz nyár 2015, David Guetta soproni, mert ő tegnap kérdeztet, hol fogni lehetni, soproni buljára lehet páros belépőket nyerni, és hát így aztán hozok ilyen nyári hangdalokat is. Ez például az a Canto del Pion. Az. Hát így, összekötjük kellene a hasznossal. Canto de mi? Canto del Pion. Piloni dal. Pinoni. Pilon. Ja, Pilon. Hát ha már a hidakról beszéltünk. Aha. Mi lett azzal az előadóval, aki ez sose volt az erősséget, Csabi, hagyd a humot, hogy... Ezt teljesen komolyan gondoltam. Mi volt azzal az előadóval, aki elénekelt azt a szívószemű Márta? Annak lett második slágere, vagy ezt elénekelte, berobban, tudod, az a Ej, Nicsi Peró, Ej, Nicsi Peró. Ez egy román előadó. Nem, Michel Teló. Ő Brazíliában. Michel Teló, tényleg. Meg ott abban a dél-amerikai részen nagyon nagy sztár. Nagyon ott van. Igen, és van azóta másik slágere? Én másik slágerével nem találkoztam. Itt van nincs, de biztos ott kint. Ott biztos. Gyerekek, egy jót kell írni, és meg vagy. Nem?
jogdíjba is, koncertmeghívásban is. Megvagy, nem tudom, mit csinálsz a koncert másfél órájában, hogy mindenki ezt a dalt várja. Ha az elején adod elő, mindenki hazamegy, ha a végén adod elő, mindenki unatkozik. Tehát nem tudod jól, nem tudod jó helyen elő. Add elő a felét az elején, más. És ugye abban az volt az érdekes, hogy mi már úgy ismertük meg ezt a dalt, hogy van hozzá egy olyan klip, amiben tehát ez egy élő klip volt, tehát nem utólag lett oda keverve a közönség, hanem ő élőben játszotta ezt a dalt, ahol 10 000 ember táncolt rá, tudta kívülről a szöveget, stb. Tehát, hogy ott, hogyha jól emlékszem, egyébként ott az volt, hogy a spanyol bajnokságban néhány világhírű labdarúgó erre kezdett el táncolgatni. A brazilok, így van. Így van. És így lett világ. Igen. És így hozták fel. Így hozták fel. Jól van. Csabi, jön a kívánság műsorra 555-55-00. Ha valaki szeretne tőled alatt kérni, akkor hívja ezt a számot, vagy írjon SMS-t. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.